mutatom az éladásnak a lényegét is. Tél lett a gétőt világában, és ez azzal jár, hogy megjelent az erdőbe, valahol bujkál egy yeti. Nekünk a yetit le kell vadásznunk úgy, hogy elsőnek megpróbálunk nyomokat keresni, hogy merre járhatott, és az éladás vége felé megpróbáljuk külön-külön vagy együtt nagyon-nagyon erősen, nagyon-nagyon orbitálisan király fegyverekkel legyőzni, hiszen a kis pisztoly meg az öklöm szerintem a yetinek nem lesz elég, vagy a te öklöd, Robi, elég lesz? Megjöttünk, ura, megjöttünk. Köszönöm szépen, a te öklöd elég lesz a yeti ellen? Szemlítes már rajta, hogy milyen az öklöd, légy szíves, szemlítes rajta, hogy milyen az öklöd. Megnézzük azt, hogy ez amúgy jó lesz. Na, engem rúg már meg. Haló, engem ne a levegőt rúgd, azt én is megtudom. Komolyan így akarsz a yeti lejönni? Csak ijesztegetek, hát látod? Semmit nem tudsz csinálni, így akar a yeti. Hát ezt nem hiszem, mert nem téged ilyet kellett tudok, volna. Ilyet is. Oda néz. Látjátok, 10 per mennyi Robinak a verekedési skilljei. Mit mondtok? 10 per mennyi, sikerül legyen. Na ez így kell verekedni. Most már sikerült. Így kell verekedni. Puuu! Mekkora luftokat tudtok, a levegőt. Na végre, kapott a Robi egy pofont, kapott. Én is kapom a pofont. Oké, most jó, oké. Egy utolsó, légy szíves, kíváncsiak, hogy még miket tudsz, és fölé. Na jó, ez ügyes volt. Szóval, az a lényeg, hogy el kell mennünk a vidékre, hiszen az erdőbe valahol bújkál, és ha a mai adásban nem tudjuk, hát igazából megölni a yetit, akkor hát lehetséges, hogy a játékon belül marad. Olvastam rengeteg cikkeket, az hogyan kell ezt megcsinálni, hogyan kell felszerelkezni, valaki minigánt meg ilyet hozott magával. Én azt mondom, hogy mi az öklünket visszük. Biztos vagy benne? Szerintem elég. Öklünk elég lesz? Jó, oké, király. Maxibicska. Azt írják azt, hogy 10 per 100-as izmos vagy, hallod? 10 per 100-as izmos vagy, nagyon király. Sajnos tudják. Holnap 10 órától lesz Fortnite éladás, vagy gyertek oda is, nagyon-nagyon király lesz, 10-től délig nyomjuk. Katonai ruhára van nekem szüksége, mert anélkül, hát ezek még, ebben biztos, hogy nem, ebben lekevernek egy pofont, és akkor nagyjából annyi. Hol van work jackets, na, hát ez sem túlságosan jó. Taktikál, no ez már van ilyen motoros ruhának is elben, ezt fel is venni még motoros ruhának. Én szerintem ebben megyek. Várjál, Muti, miben mész, Robi, miben mész? Nagy izé, hát ebből inkább hallod, a divathetekre kéne menned. Divathetekre én szerintem. Lehet. Várjál, itt a cseten sajnos le kell tiltanom valakit 10 percre, mert nagyon sokat így spammel. Tilos spammel, hiszen akkor bizony 10 perces ban jár érte, aminek senki se örülne. Na de, nekem szerinted jó ez a felső. De mi ez a sapka? Hát mindjárt hallod, a Yeti szerintem hamarabb hányja olyan magát tett a sapkától, mint az, hogy meg akar minket ölni, vagy még egy plusz indoka van az, hogy miért akar minket megölni. Hol vannak a sapeszok? Akkor így. Na, hogy vagy? Ez ilyen fegyítős. Mi van a hátulján? Mi van a hátuljára írva? Cyclist. Szóval biciklis, Robi. Biciklivel megyünk. Megfélemlítő beszéd ez a bicikli. Én milyen sapka? Elő sem mer jönni majd a Yeti. Militar. Ez legyen, vagy ne ez legyen? Mit szóltak hozzá? Ez legyen, vagy ne ez legyen? Mit szólt? Hát... még véletlen se lesz az. Mondjuk... egy ilyen sapkát fölvenni, hát... Na jó! A Yeti ölőszettem összeállt, Robi, a Yeti előszettem. Na ezt figyeld! Ez már valami. Brutális ez, leges legjobb lesz. Na, egy jó szemüveg, természetesen egy professional, nem, egy ilyen na jó, ez mindenféleképpen, ez még szükséges, ezt még gyorsan fölveszem, ez tökéletes. És akkor te vásárolj még egy picikét, vagy így köszönj el itt a hölgytől, jó, na, köszönjük szépen azt, hogy így segítettél a vásárlásban. Na, ez tökéletes. Ettől meg fog ijedni szerintem. Ettől én is na de, a lényeg az, hogy akkor mehetünk tovább, mert kinappalodott, ja, reggel 6 óra van. Hát ez a professional szemüveg, hát ez amúgy fullos, ez ilyen motocross szemüveg akar lenni. Hát van esélyünk szerintetek ilyen szedbe legyőzni a yetit, vagy egy kicsikét bénák vagyunk? Szerintem sima. A játék hangját vegyem hangosabbra. Az lesz, csak esek, megdobálom Robit, mert majd rosszakodik folyamatosan. Na mit szólsz hozzá? Így kell vezetned, nézd, megdobálom az első ablakodat. Érné, így kell vezetned, még jobb lesz a kitekintés, még jobb lesz. Van esélyünk, baj, azt mondjátok. Ezt már szeretem, szerintem is van esélyünk. Amíg beszállok a kocsiba, gyorsan föntéveszem a játékot, hiszen igazatok van. Amíg Robi dudált folyamatosan, addig az egy kicsikét dühítő volt.
Légyszeres, ne spammeljetek, hiszen akkor szerzek moderátorokat, és akkor ők már nem is kérdeznek, egyből nyomják itt a bannokat a 10 percre, aki spammel, aki jól viselkedik a cseten, az meg nagy kitüntetések. Na, mehetünk főnök, mehetünk? Jelöljem a helyet azt, hogy nagyjából hol van? Jelöl, te jelöl. Esek egy SMS-re várunk, hiszen van itt a GTA-t világában egy olyan ember, aki képzeld el, nagyon ért így a vadászathoz, ő fog ránk üzedni, hogyha minden jól megy, most keresem. Mr. Hunter. Tessék? Mr. Hunter. Mr. Hunter, így bizony, így hívják ebbe, teljesen igazad van. Hol van a forcánk udó? Annyiszor voltam már itt, az ezen a részen van valahol, annyiszor voltam már itt katonai cuccoké, meg ötcsillagos körözésre, azt most nem találom a térgémet, hihetetlen. Na mehetünk. Nagy kifutópálya, meg ilyenek vannak. Lentébb van, föntébb van, tudjátok most így pontosan? Hogy merre van? Jó lesz az, biztos jót jelöltél. Biztos, hogy nem jelöltem jót, hiszen igazándiból nem tudom pontosan azt, hogy melyik részen van. Hol van? Forcánk. Figyeljétek. Azt mondtad, hogy nekem kell navigálnom, és te vezetsz. Én akarok vezetni. Le fogunk győzni egyetet, remélem. Vezethetek én, Robi? De ha nem, jól vezetsz. Én elképesztően jól vezetek, csak esek meg kéne találni forcánk urat. Ez itt van a legszélén a mapnak, ilyen kifutó pályája van, ilyen katonai... Hát ilyen katonai leszállóval, meg mindennel. Valahol itt kéne lennie oldalt, nem ennyire fönt szerintem. Ugye ez a másik, nem oda megyünk. Itt a szélén, ti tudjátok azt, hogy hol van? Valamerre erre kéne, hogy legyen, én úgy emlékszek pontosan, de szerintem akkor menjünk éjszakra, menjünk, induljunk meg éjszakra. Én a jelölést azt magát nem tudom el pontosan, nem. Mount Chiliad alatt van a Yeti, hát majd kiderül az, hogy merre lesz, feljebb lesz forcánk, oksa. Azt tudom, hogy itt a főúton kell menni, ezt a főutat itt. Menjünk ki a főútra, Robi, ne ott oldalt a vidéken menjünk. Mert hát ott azért te vezetési képességed, de sose fogunk odaérni szerintem. Professzionálisan vezetek. Professzionálisan. A hegyekbe kell elmenni, a hegyekbe. Nem. Ők a drift. Ja. És komolyan mondom, nem tudom, annyiszor végignéztem már ezt a pályarészt. Van Yeti a játékban, srácok, dehogy kamu. De ez hogy lenne már kamu? Itt szépen fölmegyünk. Nem tudjátok azt, hogy hol van forcánk úr? Akkor gyorsan megnézzük egy ilyen GTA-s papot. Fort Zancudo, ugye? Azt kell? Fort én nem Zancudo, tudom. Úgy bizony. Én csak a sofőr vagyok. De azt veszem észre, de nálam nagyon nem jó vezetsz. Most is éppen itt a fűbe parkolsz. Valaki ismeri a Robloxot? Mindenki is. Lehet, hogy vannak ilyen akadások a játékban. Igen, mielőtt mikor így egymásra joinolunk, akkor mindig vannak akadások. Fort Zancudo, hát igen, egy ilyen kis kitülemkedésnél lesz oldalt. Itt a park mellett, az egyszer biztos. Valami ez a megújult GTA map, hogy valamit nem akarja jelölni, de nekem megvan azt, hogy ez merre van. Ilyen kis... Ja, amióta ez a fajta van, azóta nem igazán jelzi, de szerintem itt lesz nagyjából, én úgy tudom gondolom. De átmegyünk ezen a hídon, így bizony, csak most már úgy elrejtették valamit, hogy nem is jelölik, kicsit fentebb, meg is van. Na, nézzük meg, hát 10 per mennyit adunk Robinak a vezetésére. Ismerik a Robloxot. Az szép, nálam neki mentél, de fogadjunk, nálad nem mentél. Nálad mindig nálam az, hogy te nálam tökéletesen vezetsz, nálunk meg mindenkinek neki vezetsz. Azta! Az azért jó. Oké. 2025-ben jön a GTA 6, így bizony. Várod már GTA 6-ot? Én nagyon. Nem lehet. Kíváncsi leszek rá. Hát biztos, hogy jó lesz, ahogy én bízom benne. 10 per minusz 1 a vezetésem. Mi történt? Szerintem csak azért... Kapar a verda? Nem, én megyek tovább, semmi nem történt. Aha. És itt figyelj, nálam föl van borulva itt egy kamion. Az út közepén, ezek nem bírták a havat. Hát nálam nincs, nem. Én hát profi. Ilyen bénán vezetnek amúgy itt az NPC-k a játékba. Itt van Forcán, igen, csak az a baj vele az, hogy nem volt. Most már jelölve van, látod? Ilyen látom, titkos ez a reptér az, hogy nincsen jelölve. És nagyon fontos, itt van fölött egy erdő. Nekünk oda kell majd most hamarosan belépni, szerintem nem tudom, hogy hol támasztjuk le egy az autót, hiszen szerintem autóban nem annyira lehet bemenni, és kapsz majd a vadásztól, a Huntertől kapsz, ha minden jól megy, egy SMS-t, hogy itt barangolunk egy picit fönt a dombokba, a hegyekbe. Én azt mondom, hogy támasztjuk le az autót, nem? Hát egy darabig még menjünk. Menjünk fel egy kicsit van. Darabig, azt mondom, nem, motort kellett volna hozni, Ugye ilyet jelen gyalog menjünk, vagy szerezzünk valami járművet, mire gondolsz? Láttam motort. Találtam otthon, hát az a ketten arra! Hát az gagyengó ketten, azt nem tudjuk megszerezni, mert föl sem tudom, az mit csinált? Megállt az út szélén. Állam megállt a motoros az út szélén. Hihetetlen. Szavasz, haver! Bóboly, ledobom! Lehet ideges lesz, igen ideges lesz, menj innen!
szállak is forcán kurva folyamatosan. Figyeljetek már, jön a rakomány, meg fog felszállni. De szerintem hát gondolkozok azt, hogy felszálljak el fölé, de mellé, de úgy gondoltam azt, hogy igen, felszállok. Ezzel amúgy föl tudunk menni most már bőven a hegyre. Bőven föl tudunk menni. Szevasz Gameplay Trilla, köszönöm, hogy sajtok. Itt a srác! Hallod, hogy úgy megijedt tőlünk azt, hogy úgy gondolta azt, hogy inkább följön a hegyre. Lehető legjobb helyre tudná neki, föl a hegyre, így bizony. És megint ez a tudálásnál úgy be van akadva. Mondom, egyre bágosabb a gépért, ez idegesítő nagyon. Érdekes. Nálam most folyamatosan tudálsz. Szóval lehet inkább leszállok, mit szólsz hozzá. Innen menjünk gyalog. Jó? Be kell járatni a talpakat, a lábakat. Nem izére megyünk. Itt hegyi ösvény túrára, nem kilométereket kell. Szép a télen a játék, az biztos. Amúgy nagyon élvezetes így a hóba lenni. Igen, mert teljesen más ugye a fizika is ilyenkor. Ajajaj, Robi, nem megyünk be a katonai bázisba, hanem kilőnek minket. Tankot amúgy jó lenne hozni. Nem, egy jó kis tank. Írt a Hunter! Figyelj, állj meg! Állok. Ezt meg felrobbantam, ezt a motort, mert itt dudál nekem folyamatosan, már nagyon idegesítő. De írt a Hunter, a Tanner. Hey you Hunter, you better be. Igen, vadászok vagyunk, és ez nem egy medve. Bíz bennem, majdnem megölte a tapasztalt vadászt is. Na jó, Robi, nem mentünk-e fegyverboltba? Direkt mondta, hogy menjünk-e fegyverboltba. Hát ezt nem hiszem, mert hagyd be ezt az autót, hogy tényleg nálam folyamatosan dudál, és nagyon tűjítő. Na végre abba hagyta. Tankot lopjunk hozzá? Nem. Nem az tudom azt, hogy milyen. Rizikós. Ez rizikós. Ha felszállsz, akkor elviszlek a legközelebbibe. Nem kell, hogy elvigyél, hiszen neked is megjelent a térképen az, hogy hova kell menni. Igen, megjelent de fegyver egy... hol lesz? Fegyver... Fogalma sincs, menjünk-e fegyolni, vagy jók, amik vannak? Írjátok meg, jók, amik vannak. Hogy menjünk-e fegyolni? Fönti város. Ott van fegyol a fönti város. Akkor menjünk egy gyorsan oda. Mindenféle válágyú, meg hasonlókat is szerintem érdemes lenne venni. Utána most a nyomokat fogjuk megkeresni. Vegyétek fel, full HD-ra fel tudjátok venni az adást, 60 FPS-en vagyunk, egy pixelnek nem kéne, hogy legyen, hiszen tényleg a lehető legjobb minőségben streamelünk. Addig is átnézem a területet, hogyha itt most megvesszük a fej... De mit jelöltél? Te ilyen tetováló szalont jelöltél, Robi? Hát ott van alatta, igen, ja, tudom. De egy jó tetov, egy ilyen is tetoválást akarsz? Egy így van. Tényleg, azt hiszik, hogy ikrek vagytok, ugye? Azt akkor nem is kell megölni. Ilyen jó lenne. Nem, én bele leszek, elhitettem, hogy egy teamben vagyunk. Na, egy. Az is még egy jó taktika. Az is még nagyon jó taktika. Na de! Rossz a minőség, nem lehet rossz. Vegyétek fel a képernyő minőséget, ott az a kis... Na, kabaszkodj! Kis henger. Oszta! Wow, ez gyönyörű volt. Még egyet! Oszta! Élőben is ilyeneket szoktál? Nem szórakozunk, persze. Holla! Mi történt? Hátul a lengéscsillapító hibázott egy kicsit a motorról. Előre nem? Én konkrétan leestem, és nekem annyi is volt. Oszta! Te túlélted? Persze, itt jövök, várlak. Hát az hogy? Te ilyen gyenge, hogy nem tudtam kapaszkodni beléd, noha. Nincs izom, amivel tudtam volna kapaszkodni. Neked nincs izom, amivel tudtál volna kapaszkodni. Ja igen, az meg a másik. Kézzel. Most kapaszkodj. Yetinek biztos nem megyünk neki kézzel. Az bolo... Ne. Nincs még lesz a minden. Nincsen, oké, most Robi, a 2 évnyi motorozási tudásod vesd be, amit tanultál eddig. Vesd be, akármit. A facecamet nem rak, miért raknám arrébb? Szerintem itt nem takar ki semmit, lehető legjobb helyen van a facecam szerintem. Nyomjatok egy lájkot, hogy várjátok már a Yeti Huntot, most megyünk a nyomokért. Egy Yetit fogunk itt a, hát az erdőbe. Hát erdőbe? Ki tudja, az ilyen kis mocsaros, lápos, erdős területen. Azt hittem, hogy már ez is az volt. Megijedtem, hogy csak lag volt szerencsére nálam, leugrattál. Visszanézhető lesz így, bizony, így van, visszanézhető lesz az egész. Hát nálam is össze-vissza ugrált az autók. Furcsák, ezek. Kérne neked egy normális internet, Robi. Szerintem is azzal van a gond, igen. Nincsen normális interneted, a szomszéd wifi-jével játszol, fogadjon. Bár én tudom, ki a szomszédod, az ő wifi-jével biztos nyomod, ugye? Biztosan. Nagy wifi-s. Az biztos. Na. Itt érünk, én azon gondolkozok, hogy
lőszert veszek, majd ha elkezdünk gránátozni, én úgy gondolom, hogy az lesz Robi a vége, hogy egymást felrobbantjuk. De szerintem gránát nem kell. Én csak kell ilyen support szerepet fogok betölteni, úgy érzem. Annyit tudni kell, én hogy ez az update-nek kapcsolatban azt kell tudni, azt, hogy neked is külön és nekem is külön fog Yeti spawnolni, ezt úgy csinálta meg a GTA-s csapat. Szóval nem azt lesz, hogy egy, hanem mind a kettőnek egy-egy Yeti fog spawnolni. És nem látjuk a másikat? Elméletileg nem, szóval azért mondom, itt mindenki készüljön fel, és mindenki szurkolja mindkettőnek, de az is lehet, hogy csak én tudom megszerezni, de az is lehet, hogy csak Robi tudja megszerezni, hiszen tényleg iszonyatosan néz a Yeti, és gondolom motorra neki menni, hát én úgy vagyok fel, hogy nem a legjobb tastics, szerintem. Na jó napot! Hölgyem! Megnézzük, megnézzük. Van akit jó fegyver? Ezt nem hiszem, mert dohányzik. Tilos a dohány. Ezé kijön. Egy trikóba kijön a tél közepén, hogy dohány. Hihetetlen. Azok soha ne dohányozzatok. Látjátok, ő is milyen bolondos. Na, kezdjük. Uram, szükségem van fegyverekre. Pisztoly, vintage, nem. Hát mondom, bombákat nem veszek, mert Robit felrobbantam itt a végén. Az AK-t szoktam, mindig az AK-t szoktam használni. Hogyha közel jönne hozzám a Soti, pump shotgun-at. Hogyha közel jön hozzám, akkor Sotival egyből le tudjuk lőni, ez tökéletes. Vegyünk az ebbe, oké, ez igen, ez mindenféle nagyobb tár mindenféleképpen. Oké, flashlight azon, hogyha világítani kéne, és veszek rá hangtompítót. Ez milyen jól néz ki, Yusufnak megveszem ezt a fegyverszkinyét, de jól néz. Tetszik nektek? Én elég fullon vagyok armorba, úgy nézem. Ja, de armor? Hát nem, az hol kell, Robi? Hol kell armor? Itt, ez csak itt van. Az a bokos is, akkor meg te vágtad le ide? Super light armor, super heavy, na az lesz a super... Hogy van a super heavy-től jobb? Nem, heavy a super heavy. Oké, super heavy armor megvan. Ruha szerintem a helyén, ez így merők leszünk. Gyereké, és mutatok valamit. Leköpne, nem tud szemen köpni minket, hiszen még ez a szemüveg is rajtunk van. Jó napot, na! Mi az te? Tűzi játék! Lőj már egyet! Jeeeej! Tűzi játék! Még egyet! Egy autó, lőd már ki ezt a motorra, tűzi játéka, úgysem motorra megyünk. A legbolondosabb lenne motorra menni Yeti ellen. Ezt figyeld. Na hova megy? Hova megy, Robi? Kit lő? Hoppá, ott lángos lett az út közepén, lángos. Rám lő, nehogy lőj rá, mert hiszen most vettem armort, még véletlen se. Meggondoltam magamat, hagyj vezessek már most én, légy szíves. Egy kicsit szeretnék, hát be kell az izmokat itt melegíteni, itt hátul ülök, halad elgémberedtem már teljesen. Légy akkor felveszem a bukót. Az mindenféle, ott az a cilinder, az meg fog, cilinder az bőven megvéd, nehogy már bukók kelljenek. Na szóval, akkor eltűnt a kör. Hát zseni, túl messze mentünk a körtől, akkor visszamegyünk. Reméljétek, nem az, hogy kinyírták amúgy a vadászt, az ennyi volt. Hallod, aki küldi az SMS-t? Hát reméljük. Hát az nagyon nem lenne jó. Köszönöm szépen, Dormindorsz, hogy sajtag vagy, király vagy, nyomd gőzerővel. Igyekszünk, haver, igyekszünk. Köszönöm szépen. Holnap 10-re is gyertek, holnap reggel 10-től délig Fortnite éladás lesz. Gyertek, hiszen nagyon-nagyon király lesz. Most meg a Yetit próbáljuk elkapni. De tudod, mi a baj? Én most egy kicsit elszomorodtam. Én most elszomorodtam azért, hogy mi van akkor, hogyha most a vadásznak nem segítettünk időben, azt akkor ennyi volt. Ennyi volt, nem segített. Hiszem, én már látom, én jó, már látom. Ez az vissza, nagyon jó. Amúgy igyekeztünk, szegény vadászkománkkal azért jó, azért csínyán bántunk. Ő azt mondja, hogy megy egyedül. Nem segítettünk neki, akkor nem. Oké, kezdjük el a nyomokat keresni. Járjunk körbe itt az egész kör, hát ha találunk valamit. Hogyha nem, akkor van egy kis segítségünk Robinál az, hogy vajon merre lehetnek. Olvastunk cikkeket, meg hasonlókat, hogy feljegyzések, hogy ki hol talál. Na jó, a faluban biztos nem vagyunk be, itt egyből kinyírnak minket, tudod? Az véletlen most így fejből nem találnánk nyomokat, mert elméletek 5 nyomot találtak, de lehetséges. Több van, lehet, mi kevesebbet találunk, hogyha itt ez nincs meg. Csak nyomokat kell keresnünk? Így van, elsek nyomokat, és utána következhetünk az, hogy merre lehet majd a Jedi Yeti. Remélhetőleg meg fogjuk őt is találni. Tudsz jelölgetni a térképen? Természetesen. Azt a itt egy ejtőernyős. Na ezért már megérte feljönni ide a dombra. Ejtőernyő. Lehetséges, ha Robi vezetne, szükség lenne rá. De én leugratok! Jelölt be létszeres az első pontot, ami a cikkben egyes ponttal jár. Az első még nyom... Még megoldandó probléma. Discordon vannak amiket tudom, azzal nincsen gond. Találtunk. Ott az, hogyha alattabolok, ez egy kicsit sokáig tart. Ja, hát igen, pixel, nem lehet pixeles, vegyétek fel az adást, vegyétek fel, főleg itt a hóba, itt már nem tudom, hogy a két mit teszem, hogy amikor hóval lehet, picit pixeles lesz. Szóval, bent vagyunk a területen, igyekezni kéne, hiszen ezen a területen belül lesz valahol a Yeti. Fegyverek, nagyon fontos, gyorsan, Robi, gyere ide! Nem is kellenek a nyomok. Egy túrázó random itt sétál, és itt van egy sátor, ami full vér. Figyeld már!
Halló? És ilyen dobogás hang van. Jó. Fegyó, vedd fel a fegyó. Nem hógolyó, biztos nem hógolyó, vagyok az új fegyomba. Jó napot! Egy hálózsák, túra felszerelés, meg a... Miért van a hálózsák kívül? Ennek belül kéne lennie teljesen. Nézd be! Egy biciklis túrázó lehetett, hiszen ott van a... Ott van, amit felszerel a biciklire, meg itt van maga a sisak is. Ó, jaj, oké. Ez megvan. Hát ezt megtaláltuk, ez érdekes. Ez nagyon is érdekes, jó. Oké, megvan. Figyeljetek, már kaptunk 10.000 dollárt, és egy nyom megvan az ötből. Fú, és ő meg csak így random sétálgat, semmi nem történne. Nem foglalkozik vele. Hát én ezt nem hiszem el. Az első nyom megvan, osztátok meg a live-ot, köszönjük szépen, nem szabad erről lemaradni senkinek. De véletlen nem vagytok otthon fönt. Gyerek közben én viszlek a következő nyomhoz, ami szerintem... Bejelölted? Be, az első, be, a második be. Ilyen, talán nyom. Bár ez tuti, hogy nyom, ki is írt a játék, meg hát mik ezek a legyek. Fú, egy tiszta légy itt minden. Jó, na hát az jó helyen vagyok. Oké, itt föl kell ugratni a dombon, erre kíváncsi leszek. Robi szerint itt van a víz, a befagyott víz mellett, a, ami most már jég, a következő nyom. Hát, az jég szerinted? Szerintem nem fagyott be. Nem fagyott be? Bár ez folyó, a folyók azért azok lassabban fagynak be, szóval valószínűleg nem. Szétnézünk itt szírtnél. Szerintem. A szírtnél? Őt, valakit? Lelökhetett valakit? Jó, vedd elő a fegyvert, mindenféleképpen legyen nálad valami. Jó, pintyó, nálam van az AK. Hát itt a szírtnél aztán... Azt lehet, hogy lejjebb kell menni egy szintet, lehet, hogy piszikét lejjebb. Oh, de óvatosan. Osztod, hallod, fa magasságban vagyunk. Én most veszem észre. Most veszem észre, hogy fa magasság. Én szépen meg tudok lejönni. Jó, azt hittem, hogy itt vér van, de szerencsére nem. Oksa. Lentébb egy picit én itt jövök, azt már itt a vízfolyás itt teljesen kikoptatta ezt a részt. Lejövünk, azt egy kis dobogást kell hallgatni. Én szerintem megtaláltam. Mit? Robi, ez egy állat. Egy szarvas. Megint ez a dobogásod, azt. Ezt tudja, hogy a Yeti, hát a Yeti eszik ilyeneket. Megevett a Yeti egy szarvast, meg még egy túrázót is. Na hát, mind a kettőt sajnálom, de a szarvas kicsit jobban. Na jó, nem. Mert amúgy mindkettő. Szegény, ott van rajta a karmolás nyomok. Figyeld, ott a jobb oldalt, ott a nyakán az a hús látszik. Azt a... Na jó, hát a második clue meg lett, és szintet léptem. Ez amúgy mit... Ezt jelenteni kéne a rendőrségnek? Vagy hagyjuk el? Hát nem tudom, ez a vadásztársaságnak kell. Az igen, de a Hunter tud igen, róla, azt nem szólt semmit a vadászoknak. A bolondos, az nem tudom miért nem szólt. Oké. Amúgy a víz tényleg nem fagyott belé. Megnézem milyen a hőmérséklet. Hideg, nem megy bele, hideg, nagyon hideg. Nem a legjobb. Oké, szállok be utána, megvan a következő jel, mire gondolsz? Egy tippem van. Jó, oksa. Nem jelöltél nálam semmit, anélkül is megy? Persze. Anélkül is megy, nem kell Robinak jelölni. Látjátok, ő maga a GPS. Maga a GPS-a, Robi. Itt megyünk föl! Shortcut. Az komoly, jó van short. Mondd az utas sem, meg motoros tudást is van. nézzük. Na, oké, feljöttünk újra az erdőbe. Nem messze volt a sátor. Olyan füles kaptam, másik... hogy az utat kell követni. Egy utat? Hát itt nincs is út. Hát ez a pici utat? Oké. Okay. Autó! Ez az autó? Várjál. Figyeld már, szálljunk már ki. Ez egy, nem, ez egy fújó állapotban lép. Na, ne szórakozz, hogy a Yeti autóval jött, azért az kamu lenne kicsit. nem? Hát én ne hallok hangokat. A Yeti autóval jött, hát jó, rendben. Elméletek nem ennek ki, van ez a dobogás. De ne szórakozom, hogy a Yeti autóval járkál. Azért az szerintem. Az kamu szagúnak érzem egy picit. Ez egy pici ki. Nézd. Na várjál. Ajaj. Na jó! Hát ez gyanús. Mi az a kicsi ott? Az látom két... Megfagyott kéz, meg fej. Igen, és mi az a pici? Az egy orr. Egy... Na ne szórakozz már, ez a következő, akkor nem az autó volt, az autó tulajdonosa volt ez. Oh my god. Wow. Hát ez nagyon nem oké. Nézzétek már, rázumolok, ahogy csak lehet... Na jó, hát ez a legdurvább. Ez ember, hát ez minden, látjátok rajta, ez biztos, hogy az. Jó, hát oké, megvan a harmadik clue. Tökéletes. Ez is az erdőben volt, a másik volt a folyóparton. Hát én amondom vagyok, hogy én az utat követném. Ez gyanús nekem. Robi, biztos, hogy motorra... Eddig két nyom volt az út mellett. Igen, egy meg a folyónál, szóval a folyó környékét is megint be kéne járni, hiszen egy nagyon pici részt érintettünk csak szerintem. De nem baj, kövessük az utat. Jön a negyedik, az utolsó előtti.
az utolsónál én nagyon félek előre, és hiszen utána már a Yetit kell megkeresni a körömből, amíg ki tudja, hogy merre van. Érzed? Mit? Megérezget vagy csak nekem? Nálam nem, nálam most nem. Mi rezget? Ugyanaz a dobogás a képernyőn? Hát lehet, hogy csak a porta. Jó. Autó megint! Még egy autó. Na jó, szálljunk ki egy picit. Itt a híd, ahogy ez még forgalmas területnek tűnik, ahogy híd. Normális túra, széles út, már dupla autó. Az ott mi a földön? Az ott mi? Aj. Ez nem az. Nálam még nincsenek azok a dobogások nálad. Itt vagy? Haló? Bocsi, nálunk se. Közben nem műtoltam magam, de itt jó, vagyok. Oké, semmi baj. Követlek téged. Én maradok a nyomodba, oksa, maradok a nyomodba. Kösz, hogyha meg lenne az 504, köszönöm szépen. Kitapossam előtted a havat. Így bizony, nekem már kicsit fázik a lába, ott belementem a vízbe, az rossz ötlet volt. Meg hát én nem tudom, nekem ez hogyha szeretnétek még GTA-t. Így bizony. A csengővel meg kaptuk értesítést, hogyha élőadás. Hogy ez ídig eljöhettek volna. Ez a tócsa. Hogy mi ez te? Fogalmas is. Na mindegy, akkor menjünk a hídnál? A hídnál lehet? Gyere ide. Halló. Én szerintem megtaláltam. Jó napot, akkor a híd alatt van. Ez a harmadik autó már nincs olyan túlságosan jó állapotban, nem? Mi ez a rengeteg elhagyatott autó? Fogalmam sincsen. Vivien Brigitta prostják, nagyon szépen köszönöm, hogy menő sajtag lették, király vagy. Köszönöm szépen. Minden kereket leloptak róla, nézd az összes meg. Kereket? A Yetinek ennyire kellenek a kerekek? Hallod, a Yeti az olyan? Az ott kerekeket gyűjt, viszi leadni. Illiszel, tehát innen gyűjti. Viszi leadni szerintem, így bizony. Szerintetek a Yeti lopta el a kereket? Ez clue, megnyom az E betűt. Fogalmas is, hogy amúgy mi lehet ezzel kapcsolatban, de megvan. Halló, ötödik. Ez a lényeg. Az utolsó nyomjon, Robi, és utána tudjuk megtalálni a Yetit. Na jó. Kezdek izgulni. Én már csak azt nem tudom, a motoromat hol hagytuk el. A motor az nem kell. A zajcsapunk, vagy szerinted túl messze van ahhoz, hogy nem motorral menjünk? Én szerintem túl messze van. Nem akarok zajcsapni. De várjál, az utolsó előtt nem megyünk ezzel a Hammerral? Szerintem kapunk egy pofont a Yetitől, az szevasz. Lehet vele menni? Próbáld biztos, meg. Hogy lehet. Én ebbe bízok, hogy lehet menni. Tudod mi lesz? Kilövöm az ablakokat. Nem, berobom hógolyóba az ablakokat. Oké, most már nem leszünk detektálva. Menjünk, szálljunk meg. Sik... A riasztó az még mindig. Próbálom kikötni a riasztót. Aztán vezethetsz, te tudod azt, hogy mi a helyzet. Ne, gyere csak, kövess. Jó, akkor ne autóval menjünk. De tudod miért tartok az autó és a motortól? Igen. Az, hogy megvan az ötödik nyom. Utána ja, nekünk a Yetit kell megkeresni, hogy itt a játékon belül. Azt ugye tudod, hogy egyből... Nincs az a gond, szerintem. Inkább szerintem kéne valami autó, hogy jók leszünk gyalog. Mit szóltok hozzá? Autó vagy gyalog? Írjátok meg gyorsan chatre, és akkor úgy döntünk. Mert a Robi itt menőzik, aztán a két méteres Yeti megjelenik, aztán lehet, hogy futni fogunk inkább a Yetit motorozgatunk. Aztán majd kiderül. Itt is az út szélén van ez is. Én szerintem igen. Szevasz Vivien, Brigitta prostják, köszi szépen. Szevasz, köszi, hogy itt vagy. Én megyek gyalog, nekem nem érdekel most a motor. Out, mindenki azt írja, hogy ne gyalogoljunk, bolondok vagyunk. Azt a Hammert el kellett volna hozni. Hogy tudod, hogy az elő, ott van fönt a sátor mellett vagy? A sátor már megvan, így van, te merre mentél? Én itt vagyok, itt lesz, nem messze? Nem, a sátor az már megvan. Jó, még okay. Nézelődök közben. Jó, nézelődök közben, addig megnézem, hogy a kör szűkült egy picikét, hogy ugyanúgy állunk. Ó, ugyanúgy állunk. Én szerintem erre is el kell menni az útra. Ja, hát az út mellett érdemes menni, mert eddig ott találtunk meg szinte mindent. Még egy ilyen csatorna. Jó napot. Itt szerintem nézzünk szét. Nézzünk szét itt a csatorna rendszernél. És tudod mi a baj, kezd este, aminek nem örülök. Nagyon nem örülök. Este kéne a Yetivel itt szórakozni. Na mindegy. Ez... Én hallom. Én is, itt dobog. Benne lenne a csatornám. Halló! Halljátok ezt a dobogás haját? Ennek a csatornának van túloldala is. Na nézzük már meg. De hol lehet a túloldala? Ilyen... Még egy autó. Ezt nem hiszem el. És tudod mi a legfontosabb? Ezen sincsen abroncs. Ez a... Konkrétan nyári szettet is kellett a Yetinek most már szereznie. Ne investigálj még, jó? Hogy investigáltad már? Még nem. Jó, oké. Gondoljuk át az egészet. Ha most ezt megcsináljuk, bármikor támadhat minket a Yeti. Szóval fussunk ki az útra szerintem egyből. Nyomjuk rá, hogy megvizsgálás, és fussunk ki az útra, jó?
Jó. Benne vagy. És? Mehet. Akkor mehet. Várjál, én is jövök, ahol beadja nekem, akkor jöhet. Há, nekem nem enged valami vizsgálni. Ez nem is jó. Jön, egy véres ruha van. De, véres ruha van a földön. Hol? Itt eladtam. Tényleg. Itt. Tényleg, akkor nem is az autó volt. Nem ez a ruhadarab. Igen. De úgy nem tudom investigálni valamiért. Ja, most nem tudom. Nekem is ne adta be. Akkor várjál. Megpróbálok olyan. Én hallok valami. 3, 2, 1. Benyomtam. Oké. És exit. Ezt te is hallod? Én futok. Hallom. Ne szállj föl, Robi. Csak a fegyver legyen nálad. Én menekülök. De hagyj már itt. Na jó, de hagyj már itt. A körbe kell megkeresni egyet itt. Mi az a pont, ahol a legbiztonságosabbak vagyunk? Autó teteje, valami hegytető, hova menjünk? Hegytetőt. Jó, oké, akkor én fölfutok, én itt leszek. Figyelj, én feljövök. Én megyek után motor. Jó, gyere ide. Gyere ide, szépen menjünk föl. Egy olyan biztos helyet kell találni, ahol a jet nem tud minket elérni. Vagy amíg fölér, addig le tudjuk lőni. Ez itt út van végig. Az a itt is föntről támadtad. Az itt egy sziklatetőn is csak. Ez itt föl, lehet. Itt jobbra. Jó, próbáljuk meg. Nem tudok már hívni senkit. Egyszerűen nem tudok hívni senkit, mert szerintem nem ér ide senki most már, mert megvan az 5 nyom. Jó, fölmegyek hozzád, oda a leges legtetején próbáljuk meg ezt megcsinálni. Persze. Én innen körülmegyek a sniperrel, hátha. Balról jön, azt írjátok, balról jön. Mindjárt 500 like, nyomtok egy like-ot és jön a Yeti vadászat. Morgást hall Dávid, TNT Dávid. Hogy lehet az Rubowski Dávid? Honnan hallod a... jó amúgy a játék, szerintem jó lesz a játék hangereje. Itt fönt. És ide a szikla, tehát... Nem tudom. Igen, gyere. Ide föl. Egy kicsit. Tudod mi? Fölveszem ezt a cuccot, és hogyha véletlen nem bírnék vele, leugrok. És eltőernyőzök. Mit szólsz hozzá? Meg... Hallod? Ki ez a gúcs? Megjelent a gúcs, és ellopta a pénzemet, meg a kajáimat. Ki az te? Na játékot dobol! Várj, ez ne zavarjon meg minket, de gyorsan fölveszem. Úgy menjünk föl erre az épületre, Robi! Éged is meglopott. Igen, menjünk, a hegy jó lesz, vagy erre az épület tetejére menjünk fel? Nem, jó a hegy. Jó, oké. Na jó, hát most már nagyon izgulok. Ez ki volt meddig ez? Meddig kell várnunk, vagy merre keresztül? Nem tudom, de pásztázzuk a helyet. Föntről biztos nem jön. Én attól tartok, hogy alulról fogom úgy ránk rásolni. Hát én nem tudom. Én attól félek, most hallgassuk, szél fúj. Autók itt mennek nem messze tőlünk, amúgy az jó jel, hát a hallják. Itt valami van, azt tudnak nekünk segíteni. Jó, ideálok, és majd innen menekülök, hogyha menekülni kéne. Hajjajjaj. Szerintem én bajba vagyok. Nálad van? Igen. Nálam nincs. Robinak, mint mondtam, ez ugye külön fog megrelni. Robinak meg sikerült lelőni? Még nem. Nálam hol? Nálam nincsen. De látod, hogy hajott, harcolok vele? Ha, látom. Ajjaj. Robi. Kicsit erős. Te mit csináltál? Igen, ide-oda lökögett. Én egy kicsit arrébb vonulok. Hallod, nekem a Grinch jött, neked meg a Yeti. Hát ez meg mi? Ez milyen játék, hogy itt hagysz engem egyedül? No. Nagyon gyorsan fut, utolér. No. De szerintem meglett az 5 clue, nekem is, nem? Ki írta talán azt, hogy meglett az 5 nyom, nem? Hogy lett az, hogy jön a mentő? Ha jön a mentő is. Ez csak megjelent. Ajaj. El kellett menekülnöm. Az komoly. Figyelj nagyon, mert egy piros pöttyel jelzi a térképen, és be is adja olyankor. Aha, értem, nekem... Megvan! Nekem föntről a hegyről erős. Jön. Nagyon erős. Lol. Nekem a hegyről jön, figyeljétek. Hol van a Yeti? Megnézem gyorsan a mapon. Nekem itt van lent a Yeti. Nekünk kell rárás. Ott írja, hogy Yeti. Nekünk kell rárásolni, és miért jön a rendőrség? Lő engem a rendőrség. Szerintem engem lőnek. Azt hittem, hogy engem. Hallod, én rámegyek a Yetire. Menjek rá a Yeti, biztos az lesz, én rámegyek a Yetire, ráugrok. Na jó, mekkora rás lesz, figyeld már. Ezt figyeld! Jááá! Yeah! Ez touch teach. Ez touch teach volt. Ez taktikai. Taktikai volt. Várjatok.
Hol van? Ott volt a térképen a Yeti, ott írta rá. Próbáltam rámenni, csak hát kicsit neki mentem a kőnek. Te le tudtad amúgy lőni? Nem. Akkor neked hol van? Eltűnt. Elkezdett futni nálam, és eltűnt hirtelen. Tényleg. Szerintem még egyszer várnunk kell rá. Az hihetetlen, az hihetetlen. Nekem pedig itt volt az előbb. Ügyes, de nagyon. Hát ez az volt. Láttátok? Már ott volt a térképen. Na jó, hát akkor már csak azt kell, azt, hogy... Érdekes. Robi de már... amúgy nekem valamit megijelzett, de nem. Nem a Yetit. Nem a Yetit, ja, csak a rendőröket. Bezavartak a rendőrök, azt megijedt, nem az? Szerintem igen. Megijedt a rendőrök. Ugye lőttem, följelentett valaki, hallott a lövést. Igen. Öcsém! És akkor így nem akar előbújni, hiszen hallotta a rendőröket. No. Lemenjek érted? Följünk a helytetőre? Próbáljunk meg körbenézni. Próbáljunk meg körbenézni, mert le kell rázni a rendőröket. Olyan nincs az, hogy emiatt nem tudjuk itt a... Most megijedt. Ez hihetetlen megijedt a rendőröktől. Há? Teljes kamu. Teljes kamu. Na mindegy. Azért, hogy már jerezte a térkép, hogy itt van. Szóval valahol itt volálkodik az erdőbe. Hány órán? Este fél tizenegy. De jó. Lehető legjobb időpont egy jó kis Yeti vadászatra. Ilyen beszéd hangokat hall. Az érdekes. Hallgassátok. Kicsit veszem csak föl. Mik ezek a beszéd hangok? Persze, Lia, szia, köszi, hogy itt vagy. Nagyon üdvözöllek, köszi. Örülök, hogy itt vagy az éladás, és szereted a videókat is. És most vagy sajtag is vagy, nagyon király vagy, köszi, Lia. Gyere, légy szíves. Gyere. Próbálok csak, próbáljuk nem meg. Nem biztos. Kerek, kidurrant! Nem. Igen, áll. Mert megijedtem és rálőttem a sniperre. Ja. De járjuk körbe az egészet, Már az előbb megjelent a térképen. Szóval egy karnyújtásnyira voltunk, csak a rendőrök elzavarták. Hihetetlen. Nekem már jelezte itt a térképen, hallod, az a kis koponyával, és kiírta a map. Kiírta a map, hogy ott a Yeti. De ez nem kamu, nem állítás. Ez ténylegesen így van. Csak... hogy is mondjam, elzavarták a rendőrök, ami nagyon nem oké. Meg kell keresni, az autó még mindig ott van. Hát igen. XL volt a térképen. Igen, mert ott estem neki a sziklának, az azért volt az az XL. Próbáljuk meg megkeresni. Azon vagyunk, persze. Csak így az egy sötétbe olyan sok esélyünk amúgy nem lesz már megtalálni. Az a probléma. Meg ellenesen lesz sok esélyünk, bárhonnan jöhet. Hát igen. Így van. Négy éve néznek, király vagy, köszi. Hát nem tudom. Itt már majdnem, hogy ki. Szerintem menjünk ki a körből meg vissza. Próbáljuk azt, hogy akkor nem lesz akkor zaj az erdőben. Nem lesz autót, zaj jó? Az erdőben, jó? Menjünk azzal. Mert ezzel motorra elég nehéz. Mert most itt zajongtak. És szerintem, hogyha autóval megyünk, akkor tényleg megnyugszik itt az egész. Azt a szépen kiugrattál. És akkor talán van esélyünk az, hogy újra itt legyen. Ne legyünk motoron. Hát igen, gyalogolni kéne. Gyorsan kimegyünk kocsival, hátra szálltam be, a legbiztonságosabb hely az autóba. Ugye? Igen. Bombert meg Coopert kéne ráreszteni. Így bizony. Ők aztán ketten simán elbánnának itt a Yetivel, bármekkora is legyen. Most az a taktikánk, hogy kimegyünk a körből, hogy ne hallja, hogy mi itt vagyunk. Bolondos rendőrök megzavarták, pedig ott volt a térképen. El is lehetett olvasni, ott volt ugyanúgy kiírva, mint ez a többi dolog, hogy Yeti a híd alatt. Hát a hóesésben amúgy az is lehet, hogy bújkál. Az mi az? Csak valami gaz. Lehet az, hogy csak bújkál. Itt már jók vagyunk szerintem. Most vissza. Próbáljuk meg. De gyalog? Vagy egy autóval? Nem. Lekapcsolom a lámpát. Jó, király, halkan megyünk. Elektromos az autó, elektromos. Így bizony, szépen halkan megyünk. Ott a hegytetőn ott teljesen jók voltunk amúgy. Lehet, hogy visszamegyünk oda, megnézzük arra. Azt szerintem, hogy teljesen király volt. Úgy, azaz. Ájjaj. Újtik egy kis hangot, mintha adtunk volna, nem biztos. Á, dehogy, és hát ez bárki ez más lehet, bárki más lehet. Mi a kocsi márkája? Hát ez fogalma. Ez milyen autó. De hogy vezetsz, Robi? Fel kell tenni a Yeti. Nem mehetünk az úton, feltűnők vagyunk. Ó, igazad van. Teljesen igazad van. Ez jó, a van, visszanek a kedvedé. Oké, ez az erdőben hittem, hogy durva lenne ellene harcolni. Az összes nyomot már megtaláltuk, így bizony, már csak azt kéne azt, hogy megjelenjen a térképen a Yeti, hogy már egyszer Robi már lőtt is rá, nálam megjelent, nálam meg hát csak a térképen, mert a rendőrök elzavarták sajnos.
azzal meg nem tudunk még mit kezdeni. Remélhetőleg majd most újra ki fog jönni, ha csak ugye mi vagyunk itt a környéken. Összes túrázó elment, éjszaka úgyse túráznak. És akkor fél egy van, hát fél egykor azért csak nem alszik. Csak nem alszik. Most hallod? Szerintem menjünk gyalog, mert úgyis gyorsabbak lennénk. Bíós, hát ettől gyorsabbak, de most már jó lesz. Ja, helyes. Köszi Bíós, hogy most itt először elbújik. Hát igen, elbújik, szóval meg kéne találni itt a körön belül. Yeti noob sajtról. Így bizony, Dávid, így bizony. Nagyon helyes, nagyon helyes. Csak... holnap reggel 10-től éreadást gyertek, fornáltozunk Robival. Tök sokféle menő for... Autó! Hoppácska! Vagyis nem, motor. Ez pedig még nem is volt itt. Ez jó lesz, ez jó lesz. Ez még itt nem is volt itt egyáltalán. Ezzel lehet haladni? Ezzel haladni lehet, simán. Csak a lámpát kapcsolt ki most is, fontos, fontos, fontos. Jó, jó. Kapcsolt ki a lámpát. Oké. Hát ez jó lesz. Igen, azért a motor az jóval halkabb ez a fajta. Szerintem szálljatok ki. Jelzi a térképen. Hát igen, jelezte. De most már valamiért nem jelzi. Pedig megint följöttünk itt a hegyekbe. És hát rendőrök. Menjünk oda egy nyomhoz, biztosak. Még egyszer meg kell nézni. Hát én nem? Már próbáltam a ruhánál, de próbáljunk meg azt, hogy lett-e új nyom. Lett-e új nyom? Tényleg. Most, hogy eltűnt. Itt lekaszaboltott az egyik rendőrt itt a játékba, vagy valami. Mindjárt visszamegyünk a konyomokhoz. Gyorsan, nem tudom, melyik hol volt. Csekkünk le az egyik, jött, hogy mi van. Te véletlen a legrosszabb esetben tudod, mi lesz? Hogy újra, én is jövök külön a motorra. Újra joinolunk ebbe a sessionbe, jó? Jó, megpróbáljuk. A legrosszabb esetben. De hogy kell a lámpát kikapcsolni? Ha bár egyet. Jó kérdés. Ja, mert te kontrollerrel vagy? Jó, megvan H-val. Hoppá, leugrattál hegyről. Na mi van? Hát lehet. Leugrattál egy, akkor én is ugratok egyet. Hú-hú. Hopi. Hopika. A promo. Ki sem mond. Tudom. Mennyi HP-n maradt? Azt a... Miheted? Simán. Simán, Robi. Leugrattam. Hát ez profi motor volt, ez jó motor volt. De amit itt fölvettél random, tudjuk, hogy nem volt a legjobb motor. Akkor én lemegyek, megnézem a nyomot. Újra kell kezdeni a nyomokat, azt mondjátok, csak nem. Lehet az lesz, hogy gyorsan újra joinolunk egymásra. Lehet az lesz, hogy egy jó ilyen session-t kell létrehozni. Nem kell újra, nem engedi újra. Nem, azért mondom, hogy a nyomok megvannak. Nem lett új. Ennyi be. Miért nem látszódik? Lehet, hogy észre kell menni, magasra kéne menni. Jó. Levezetsz. Én már nem bízom magamban. Én kerepelés hangot hallok innen oldalról. Jó, akkor... Van itt mindenféle hang. Hát, ja. Kicsit véres a motorom, már az amúgy miattam nem, van. Nem, de az miattam van. Akkor menjünk fel a hegy tetőre. Itt följövök, és akkor lecsekkoljuk azt, hogy ott van, és utána, ha nem, akkor újra kell joinolni. De akkor minden nyomot újra meg kell nézni, szerinted? Hát, jó kérdés. De igazából most már tudjuk, hogy csináljuk most az újra join szerinted? Ne, meg kell próbálni, nem szabad feladni ilyen könnyen. Nem szabad. Bár úgy is mindjárt meghalunk, hogy nézem. De ahogy is én vezetek, akkor ez fullos lesz, hidd el. Ezt figyeld. Ah, itt vagyok a másik nyomnál. Ott volt az a pulcsi, vagy az a... Aha. Oké, a facecam jó minőség a játék, nem annyira? Hát a facecam az persze, hogy jó minőség, azt én állítottam be. A játékot azt meg hát a fejlesztők csak, ne? Nem, ahogy. Hát szerintem ezt hanyagoljuk így, nem? Jöjjünk vissza. Lehet, hogy a... Hallod? Nem a vadász lőtte le. Mi nekünk csak ki kellett hívni? Én nem tudom. Bolondos tenőr, tudjátok. Tenőr a professional? Hát én erre nem számítottam. Igen, a fogaskeréken tudtok állítani, hogy milyen minőségben nézitek az adást. Az mi az ott az a cucc? Hoppa. Azt hittem, hogy még van ejtőernyőm. Azt hittem, hogy van ejtőernyőm. Megyek érted. Tudsz csinálni új sessiont? Hát, megoldható. Próbáljuk meg szerintem. Hát ha úgy sikerül, mert így, hogy veszem észre, ez teljesen megijedt itt. Én attól tartok, itt már nem fog visszajönni. Megijeti? Ja. Azt hát. Szállj föl, még egy kört megyünk, nem adjuk föl. Jó, oké. Menjünk egy kört. Oké. Zsírkirály. Menjünk egy kört. Várj, elolvasok cikkeket. Mások már találkoznak a Yetiről az, hogy mi van. Oké. Hát, ha vannak valami okos. Én meg vadászom addig. Most már nem adom fel, most már lámpával megyek. Ja, úgy hát, ha hamarra megtalálod azt, hogyha a lámpa is be van kapcsolva. Rávilágítok.
Ó, simán, meg is fog ilyen. Még reflektorra is. Aha. Aha, értem. Hoppá! Találtam egy cikket, hallod? Azt írja, igen? Hogy nála is eltűnt a Yeti, amikor kijöttek a rendőrök. Igen. Ó, ne! Azt írták, hallod, hogy következő éjszaka jöjjön csak vissza, mert csak akkor fog visszatérni. Ajaj. Jó, akkor még én jó, hogyha vettem hangtompítót, de neked is kellett volna a fegyóra. Nekem volt majd, csak az AK-n nem. Ja, értem. Akkor csak a következő éjszaka jön vissza? Aha. Hát ez olyan hír volt, hogy padlót fogtam. Hát azt veszem észre, én is. És csak este 9-től elérhető a Yeti. Azt mondta ezen a területen. Este 9-től reggel 6-ig azt írta. Igen. Ajjaj. Hát az ajjaj. Csináljunk egy új sessiont mindenféleképpen. Jó? Hát nem, hát ezt meg kell várni. De ne ebben, mert ez lehet lesz, hogy már bugos. Ki tudja, mondom, elzavarták a rendőrök. Szerintem te tudsz újat csinálni, meg rá joinolni? Tudok, persze. Szerintem ezt hagyagoljuk ezt a részt. Oké. Úgyis van egy teljes napunk. Hát akkor egy 20 percet tovább fog tartani az adás, hogy a 20 perc a amire újra éjszaka lesz. Vagy hát az az éjszaka vége a 20 perc, szóval egy 10 perc múlva lesz kb. Az egész. Player left. Látjátok, elmotorozott. Robi itt hagyott engem. Ki vagyok, hova megy Robi NPC-ként? Figyeljétek. Robi NPC-ként hova fog menni? És még mindig megy. Én megyek, én nem csinálom. Csá, domax. Egy másodpercre elveszem a játékot, amíg rájoinolok a Robira. Majd szólj, hogyha elküldted az invite-ot, jó? Legalább lesz egy kis időnk, itt a Chilliádon a hóba szórakozni, hát úgyse játszottunk még ilyen hóba gétel. Gondolom, neked nem baj, hogyha egy picivel tovább tart így az adás. Hát, nagyon drága lesz. Miről beszélsz? Örülj, a Yeti Hunt-ot hallott, hogy tudnál máshogy megszerezni? Nem, hát sajtjét ugye nekem 470.532 forint az órabérem. Így van, ha Robi jön egy híradásba, 600 ezer forintot kell mindig neki fizetni. Így van. De ugye elvigyétek, de ugye de csak Kinder Buenóba fogadom el. Így bizony, most csak tojást tudok adni, ne haragudj. Az nem. 600 ezer forint értékben tojás. Kinder tojás, igen, jó? Igen. Benne vagy? Benne. Jó, király, akkor ezt meg is beszéltük. Szóval, hogy küldöd a csinvet, jó? Egy jó kis csinvát. Én mindig szólok. Amíg nem lesz reggel, most nem lesz este. Elküldtem. Oké, de amúgy jöjjünk majd vissza. Hát majd még meglátom. Persze ezt el kell, hogy vegyem, de attól még én itt maradok. Így bizony. Gyorsan elfogadom, hogy Robinak az a game invite-ját. És egy másodperc is jön vissza a kép. Egy másodperc, csak ilyenkor nem kattintatok ki a játékból, amíg tölt, hiszen akkor az egész bevágol és nem tud egymásra joinolni. Addig itt vagyok. Tudom, hogy fekete a kép, addig semmi probléma. Most megyünk a következő részre. Az összes nyomot megtaláltuk. Egyedül a Yeti Robinál már megjelent, nálam is a térképen. De sajnos a rendőrök azok teljesen elűzték, szóval most várni kell egy éjszakát. Igazából élőben 10 perc, hogy annyi legyen. Szóval semmi baj, addig kb. Kiérünk a városba. És legalább hosszabb lesz az adás, mindig azt mondják, hogy legyen kicsit hosszabb az adás. Most olyan 7 óra 30-ig fog nagyjából tartani. Szerintem, hogyha megtaláljuk. Joinol az úriember, joinol? Már itt is vagyok, már itt vagyok a házamban. Gyorsan iszok egy shake-et. Melyikbe? Mindjárt adom vissza nektek a képet, itt vagyok a házamban. Hát a nagy házba, tudod, a rich my yeah, ez a gazdagok háza. Nem tudom, mit keresek itt akkor, ez a gazdagok háza. Na de. Ja, de most megjelent. Itt is vagyok, szevasz, jó napot, komám, itt vagyok, jó napot. 5 óra van, szóval már nem érünk szerintem oda. Na mindegy. Kirabod a bankot, kapsz 700 milliót? Mi van a játékban bankrablás? Nem is tudtam, te? Én se. Bankrablás van a játékon belül, de menő. Meghívta az apartmanodba? Te, ja, véletlen van. Itt vagy a közelbe? Véletlen. Ne, ugye nem ezzel a robogóval jöttél. Ne szórakozz már. Ez a kis izével jött 50 köbcentis robogóval. Milyen kis robogó? Itt áll. Ja, ez tuti a tiér. Ez elég gyors ahhoz képest, ez tuti a tiér. Elvitted a robogomat? Na, hogy most de? Hát már meg, most külön tudunk menni. Mire vissza a robogomat? Hello, jó nap, végre nincs lag. Talán végre, hát az egy kicsi van. Nincs robogó, szóval van lag. Na, helyzet az, hogy hógolyó csata következik. Mit szólsz hozzá? Bemelegítünk. Nem értek sehova, hiszen a Yetit le fogjuk vadászni. Csak annyi, hogy a GTA-n belül most olvastam, hogy este ilyen 8 órának kell lenni. Szóval kb. Egy 5 perc múlva elindulunk fölfelé.
addigra annyi idő lesz, hiszen lehet az, hogy a nyomokat újra lehet a, lehet a vadásznak újra segíteni kell, nem? Jaj, nem áll, pedig már megtaláltuk a nyomokat. Neked visszajött a Yeti? Hát nek, Robin már majdnem le tudta lőni, de hát olyan olyan golyófogó volt az, hogy egyszerűen nem. Na mit szólsz, még, még nappal van, akkor igen. Elmegyünk egy másik autóért. Az király, ennek milyen nyakor? Azt a te, ezeknek meg milyen... Figyeljétek már, ez már nem semmi. Ilyen nyaklánc kéne neked is, Rovi. Ez nem semmi. Egy ilyen ventilátor. Ventilátor a nyakba. Az igen. Egy ventilátor. Poink, lehűtelek, lehűt. Hát ő neki melege van. Leültem egy hógolyóval, most más se jó neked. Nem hiszem el, más se jó neki. Hoppá, össze is esett. Na mindegy. Akkor hova megyünk? Rakköves. Csak, hát fölültem mögé, szóval mehetünk. Nyomatod a gázpedált. Végre nincsen lag. El se hiszem. Úgy tűnik mindig az első szer. Mindjárt meg lesz az 500 lány. Királyok vagytok. Mindjárt megyek. Nálam nincs lag, visz. Nálam van, hidd el. Ja. Hát, tök mindegy. Azt, amit ugrattál. Itt van még egy olyan ventilátoros. Csá, ventilátor, haver. Jelöltél amúgy valamit? Ja, jelöltél valamit a mapon. Nézzük meg. Ez mi ez az aréna? Van egy aréna a játékon belül? Hát Robi élőben nem így néz ki, mint az a ventilátoros. Hát, de hasonlít. Egy kicsit. Róla formázták azt a karaktert, jól gondoltátok. Így bizony. Így bizony. Hát igyekszek majd legyőzni a Yetikét, de hát nem olyan könnyű ám. Mikor lesz SMP, azt nem tudom, addig lehet néhány kérdés, tényleg. Nálam is amúgy van most már ilyen lag egymás közt. Egymás közt egy kis laggok. De úgy olyan furcsa, hogy nem öltöztetik fel ilyenkor az NPC-ket, hogy mindenki rövid nagylágban, meg ilyenekbe jár. Nem? Olyan furcsa, hát igen, egy picit érdekes. Ja, én meg gyorsan megnézem. El kéne menni boltba, hiszen a házba, majd el kéne menni a saját házunkba. De elméletileg még meg kéne nézni a ruhát. A ruhát, hogy megkaptuk a Yeti ruhát, hiszen kapunk egy Yeti ruhát. Mert ha megkaptuk, akkor az van, hogy a Hunter megölte helyettünk. Ezt most az előbb olvastam még Telón, amikor megnézte a cuccokat. Szóval majd el kéne menni és megnézni a gardróbot, hogy hát ha megkaptuk a Yeti jelmez, hogyha megkaptuk. Ez a házad, ez a nagy. Lol, ebben az arénában laksz. Én itt vagyok a garázson, rámehetek erre a kis cuccra. Ez nem mód, ez a GT5-ben egy update jött, egy Yeti vadásza. Garázsba bejött, persze. És a házban már nem? Hát oda nem merem. Nem bírok fölmenni, hívjál már fel, gyorsan elfogadom az invite-ot. Várjál, buzz! Gyorsan csöngetek, jó napot! Jó napot, Buzz Roberté. Te milyen hely, te a bank, miért laksz a bankba? Hogy Maze Bank Arena. Hova lett, már inkább kimegyek és behozolak, mit szólsz? De én már buzzoltalak, engedj be. Nem tudlak beengedni, nem tudom, hogy kell. Ó, komolyan, akkor majd be, hozd be. Most beengedtelek, ugye? Nem, mert most az előbb már kimentem. Jó, akkor megint buzzolak, gyere. Jó volt a karácsony, igen, remélem, nektek is jól telt a karácsony. Boldog új évet nektek is, holnapig még találkozunk új év előtt, meg holnap után is. Na, bázzoltak, beengedtél? Kösz, haver, most töltögetve a játék, szerintem beengedtél. Legalábbis remélem, így. Na gyere. Itt laksz? Keresd meg. Halló, jó napot. Milyen korá... néhány verda van így kóbor. Robi, ez a karácsony falat nekem van jobbra, a játékom tőled? Jobbra. Nincs. Mi? Egy ajándékom sincs tőled. Ne válaszolsz egy ajándékot, gyere. Azt, ez nagyon jól néz ki. Melyiket kéne választani? Akkor nem jó. Onnan, e minden jobbra. Ja jó, megyek le. Milyen kilátásod van erre az arénára? De menő. Ebben a házban még nem is voltam. Van ilyen a játékom belül. Még van a saját kávégéped, meg azt a... Na jaj, itt van a... Aha. Vagy ő szép. Ideni. Szép. Az aladott a szélén mit akar menni? Ő kedvenc. Ez mi ez? Ez egy ilyen kis kom... Ez a 98-as patika állapotú, tényleg első tulajos. Ez nagyon gagyengó. Ez a kedvenced? Ez gagyi ez az autó. Na ez már egy... Ez normálisabb. De te van erre jogosítványod, Robi? Erre van jogsít? Mit tudsz modolni a garázson belül? Persze. Hát ne szórakozzunk már, az komoly. Gyorsan kicsit megmodoljuk a verlet. Ez egy ilyen kis izomautó. Na hát ez hozzád illik ez az autó, ez nem tudom, itt mi akar lenni. Láttatok már ilyen autót? Tiszta, eszi a rozsda, de legalább a tuning rajta van. Hát ez így kell lennie. Nagy a...
de jó motor. De jól néz ki ez a motor, de jól néz ki. Itt meg egy más, egy ilyen basic autó. Ezt a sugár meghajtás motort azt nem szeretem. Szerintem az, az nem olyan túlságosan jó. És Robi, gyere, pattanj be, viszlek egy kört. Hoppá! Hoppá, hoppá, a tuninglada, nézzük meg, mit tud a tuningladája. Szerintetek ezt értékelnetek kell, őszintén, őszintén, nem bátjátok meg a Robit, hogyha rosszat mondtok rá. 10 per mennyi ez az autó? 10 per mennyi? Kijöttél már a garázsból, mert nálam megint izé van. Nálam már megyünk. Ja, oké, okay, na végre driftelünk, drifteljé! De ezzel nem lehet elindulni! Ilyeti ellen ezzel nem lehet menekülni, beülök ide mög. A beltér milyen. Ez 10 per 10, az 10 per 8, helyes, 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 azaz, azt hittem már. Kicsit, hogy vezesse már én is, léci? Akarok egy kicsit driftegetni vele. Nagyon, nagyon komoly vagy azt, hogy mondjam, komolyban vagy itt. A tekinteted is. Tekinteted na, is jössz. Nagyon komoly. Hát nála még mindig egy helyben állunk, gyorsan kiszállok. És akkor utána megpróbáljuk, nincsen. Most már van hangja Robinak, hogy ne lenne, csak nem beszélt. Na, kiszállhatok, haló? Én mindig beszélek, de... Jó napot, ki szeretnék szállni, egy kicsikét kipróbálom ezt az autót. Na nézzük, most majd az igazi tudása most fog bebizonyosodni. Belső nézetbe fogom nyomni, ezt figyeljétek. Nagy taktikus leszek, belső nézetbe. Ha bármilyen beszállnék beszállok, mert kicsit vannak. Nálam hallod, egyáltalán nem akar beszállni. Valamiért. Na, haló, na végre beszálltam, haló? Gyere! Gyere, oké. Okay. Figyelj, Robis próbál beszélni. A saját autójában is beengedtem. Na nézzük, hogy mit tud az autó. Mint ha, új, mintha élőbe vezetnék. Élőbe így szoktam vezetni, figyeljétek. Így né. Így nyomom. Piros lámpánál természetesen megállok, így szoktam élőben nyomni. Zebránál én nem csak megnyomom amúgy a fékpedált, így szoktam beállni. Nyugodtan. Még többieknek szólok, akik nem akarnak megállni a zebránál, hogy állj, állj, állj. Azért fordulok így meg. Na jó. Vicceltem. Nézzük meg a tempót. Mit tud a kis autó tempóba? Figyeljétek, vágtatok. Hoppá. Én tudjátok, hogy profi sofőr vagyok, aki ismeri a GTA-dásokat. Tudjátok, hogy én nagyon-nagyon-nagyon profi sofőr vagyok. Van jogosítvány, így bizony, többféle is. Repülőre, utasszállítóra. Például ma jöttem haza. Robinak van utasszállítóra. Célpont jelölve, indulhatunk. Igen, indultunk. Hova? Amúgy igen, van autóra meg motorra. Vicces a videó, hát ennek nagyon örülök. Milyen RIP autó? Aha, én vezetek, azt írják azt, hogy RIP hát autó. Hát ennek sajnos RIP, én már valószínű, ha én vezetek, akkor ez egy karcmentes könnyes lesz. Könnyes búcsút vettem az autótól. Igen. Itt álljunk meg, itt álljunk meg, jobbra, itt jó, jobbra. Jó, megállt. Minek? Haló? Oda menjünk be. Ez még a garázsod? Persze. Ne szórakozzál már. Na, így kell csinálni. És beállhatok én? Hát ha be tudsz, akkor igen, hát, lehet, hogy nem engedi. Lehet, hogy nem engedi. Oké, okay. Nézzük meg. Nem kaptam tudsz. Karácsonyra. Majd ajándékokat én. Kaptam. Egycsere. Ajándékokat. Na, hely, tényleg bemegyek úgy, hogy beülök melléd. Ja, bemelek, nem jó, ezt nem akarom itt hagyni a szaladát, de nincs hely. Ja, értem, nincs ebbe hely. Hát akkor mi nincs legyen? Hogy gyalog? Azokban szerintem ide nem tudlak bebázzolni, nem? De. Be tudlak? Jó, de amúgy hány óra van? Robi, 10 óra. Ajjaj, nem ha mindjárt húzhatunk ki a városba. Gyorsan bász, megnézzük Robinak az autóit, utána meg megyünk. Na bázzollak, gyere, bázzollak. Gyerünk. Aztán megyünk vissza a Yetihez, nem menjetek sehova, szóljatok a haveroknak, most lesz a nagy Yeti ölés. Hoppá! Na, értékeljük. Mindenki chatre, velem együtt. Autó. 10 per 1. Jó indulattal. Motor. 10 per 2, gatya. Nem, na, ez már valami. Autó, na végre. 10 per 10, ez már valami. Azok a felnik feldobják teljesen. Következő autó. Jó kedvem van, szóval 10 per 4. Az teljesen jó erre. Ez túl lapos. Mint hogy az értékelés is az lesz, ez 10 per 2. Nem. Na jó, kicsit szigorú vagyok, amúgy... Én ezt szigorúnak érzem. Olyan vagyok, mintha ilyen a tévés tehetségkutatókban. Most olyan leszek én is, hogy ez bizony nem oké. Ez amúgy szép motor, choppereket nem szeretem, szóval nem tudom értékelni nagyon. Na ez már valami, egy jó quad, 10 per 10, dinka. Ezt a személyre szabták rád, Robi, ezt a quadot. Igen, te nevedre irattam, dinka. Ne dudálj, ugye, ne dudálj, légy szíves. Ja, mert beragadt tényleg. Ne, de hát megint beragadtad.
Jó, hagyd, oké, most abba hagytad, oké, ne, még véletlen se. Gyere, motor. Minek van két ugyanolyan motorod? Ez amúgy király, ez az autó, ez stílus az autó. Ez legyen, vagy az az autó? Ez a kicsi hát, ilyettől meg ilyet. Az biztos. Ez észrevesz egybe az erdőbe, azt jön ránk, azt lőhetjük egyből. Na megindulunk a Yeti vadászatra. Köszi, hogy mindjárt 600 like, királyok vagytok, nyomtok egy lájkot. Jelölöm forcánt, hiszen tudod, meg kell kapjuk megint az SM-et. Kíváncsiak amúgy Hunter levadászta-e. Ha megint nem jelenne meg amúgy a térképen, akkor tudod mi lesz. A bolondos Hunter csak azt akart, hogy a nyomokat találjuk meg, azt ő nyírta ki. Van. Akkor meg kell nézni majd a ruhatárat. Hallod? Ez a nyári gumiban. Egy helikopter lezuhant az előbb ide a tér, az útra. Az amúgy előfordulnak ilyenek. Az furcsa ez a világ, azt kell, de menjünk már külön autóval, mindig együtt megyünk, most ráérek, én is vezetni. Nem. Áhím, nagyon király vagy, örülök, hogy itt vagy. Üdvözöllek, király vagy, Áhím. Hagyj menjek már, léci! Nem érdekel, Robi. Most rád figyeltem, látod. Ja, hát nálam amúgy egy helyben állunk, azért akarok én menni, mert ez, hogy így laggol, most valamire kéti a hát szerver. Hát akkor te vezess. Ez igazániból elviselhetetlen. Például nálam most ilyen fél kilométerre spawnoltál, én itt szálltam ki. Hova lettél? Azért mondom, ez így, nem tudom, ahogy tényleg telik az idő és fejlesztenék a játékot, egyre gagyibb lesz, és most már egyre nehezebben tudunk adást is csinálni. Ide érek hozzád. Amikor csináltuk ugye a GTA-t legendákat, milyen jól működtek még a Zero. Most meg nem tudom amúgy, hogy mi van vele. Elüt így a semmi. Jó napot, hölgyem. Mi folyik itt? Jogosítvány van. Ezt adat meg se át, nem hiszem. Menjek el minisztere. Aha, azt kéne még. Miniszterelnöknek. Na mehetünk. Majdnem egy ajtó, majdnem lett volna halad egy kis izé léghűtés út közben. Ez páncírozott verdod, nem ám csak így. Ja, izé. De nincs rajta kormány, milyen autó ez? Hagyjátok, nem lehet vele kanyarodni. Elég nehéz, csúszik. Ez nyári hát ez van még fent. Figyeljétek már, ez egyszer lehet vele kanyarodni, akkor is bele a Dunába. Nagyjából. Ne hát kanyarodj, egyenesen megy. Jó, akkor ez tényleg olyan, mint a vonat. Tudsz előre menni, meg megállni. Ez az autó nagyjából olyan. Szevasz, csigabiga! Á, nem leszek én, haladunk, nem megyek én miniszterelnöknek, dehogy is. No, nem értek én ahhoz. Polgármesternek se, de közt az ajánlás, ne. Nem. Én nem értek hozzá, hogy azt hogyan kéne csinálni. Te, Robi? Azt kell mondjam, egész jól vezetsz. Most így kezdesz fejlődni. Na, helyes fél. Te jó miniszterelnök lenni szerint? Én most is az vagyok. Igen, ennek a szervernek, a GTA szerúnak te vagy a miniszter. Így van, jó, így ugye? Van. És látod milyen jó. Hát veszem észre, laggolnak. Repülők zuhannak le, laggol. Így van, teljesen jó. De hallod? Nem próbáljuk meg ezt, hogy én hoztolok szerót? Egyszer megpróbáljuk. Lehet minden problémánk amúgy megoldódna ezzel. Így a játékon belül. Lehet, hogy ilyen kórai szerveren keresztül hoztolok, és te amúgy, hallod, be tudod. Van nyomva a VPN izére, Japánra, és akkor onnan játszol, nem? Polgárnak menjek. Hát polgárok vagyunk mindenki. Ugye? Érted? Lesz RP, nem lesz RP, nem szeretem a GTA RP-t. Nem szeretem a GTA RP-t. Mindjárt megyünk oda! Szóljatok a haveroknak, mindjárt Yeti hát van. Örök kivalóságnak tűnik. Hát amire odaérünk ezzel a kis autóval, amúgy tényleg. Félek, hogy én még itt állok valahol a aréna környékén. Ja, hát az olyan. Iratkozzatok fel, így bizony. Ha most feliratkoztok, írja a neveteket, amit tök menni merül. Szóval, ja. Mehetünk. Nem mentem neki semminek. Ahogy végre jó, most nem tudsz bírálni, mert laggol a szerver. Úgy vezetek, hogy én nem akarok. Nem látok semmit. Nem most tudsz opok, bírálni. Visszatértem, most már látom. Jaj, ne. Jaj, nézem a streamet. Ne. Mik történnek ezzel a szerveren? Többet te nem fogsz hoztani. Nálam itt most felrobbant. Egy autó így random az úton. Jó, te is nézheted a streamet, az jó minőség, az nem laggol legalább úgy, mint... Vagy neki mennek az autók egymásnak? Jó, hát én megőrülök. Ez egy AMG Mercedes, így bizony. Megyek-e Debrecenbe valamikor? Idén voltam, Nyíregyházan és Debrecenbe, és szerintem jövőre is megyek, igen. Előre még nem tudom megmondani, hogy mikor. Még nincsenek meg így az időpontjaim, de... De igen, szeretnék még Debrecenbe menni, mert jó. De megőrülök ettől a szeróról, nézed a streamet? Nézem. Random mennek, igen. Ez is ki? Keresztbe az autó, kizék, keresztbe mennek minden. Föl a hegyre.
Megőrülök, megőrülök ettől a szerótól, ez nagyon jó. A legjobb szerver. Én még a domboldalon állok valahol, csak mondom. Jó az, jó az. Hoppa! Alag! Belaggolt a játék, bocsánat. Bocsánat, belaggolt a játék. Aha. Na, de nem indul el az autó! Na végre egy autó helyre tett, azt most elindult. Egy kis lag volt, bocsánat Robi, egy kis lag volt, nem tehetek róla. Semmi baj, semmi baj. Látom a streamet, most nem tudsz átverni. Ja, igen, most már nincs átverés, hogy csak itt lagok voltak meg ilyenek. Stablecastban nem friendelek, most ne haragudjatok. Állj, állj! Oké. Okay. Oké, okay, ezt konkrétan figyelek, most nyomom meg, akkor hogy mi? Ez mi volt? Na jó. Ez viszont streamen is van, állam elég. Hagyjuk már! Ez a legkamúbb szerver, amit most játszunk. Láttam. Ez a legkamúbb. Milyen backflipet nyomott az autó? Ki vagyok ettől teljesen? Ez 10/10 az autó, azt írja mindenki. Hát így bizony, jól tudjátok, jól tudjátok. Ja. Stardew Valley-t ismerem, játszottam egy kicsit vele, de annyira nem jön be. Annyira nem jön. De az, itt amúgy nem lehet még azt sem kiszámítani, hogy melyik sávba jönnek az autók. Hát nem nagyon. Egyáltalán nem lehet kiszámítani. Na de, a lényeg az, jobbra, hogy megjöttünk jobbra, ide. Várhatjuk az SMS-t. Úton kell menni, tudod, úton kell menni. Ezen a picin? Ja. Nem, ez a katonasághoz visz, balra föl a hegyre. Akkor föl meg a hegyre itt. Remélhetőleg, hogyha megnyomjuk a gázt, akkor föl is fog, mert 10/1 az autó, Laura azt írja. Ajaj, Robi, nem haragszol? Egyetértek egy kicsit Laurával. Hagyjuk már! A biciklin fölteker egy ilyen helyen, ez az autó meg itt nem de megy azért, fel. Mert kaportatod, szépen játszik a gázzal. Ja, tehát akkor miért nincsen benne traction control, meg ilyenek? Ja, milyen bele. Autó ez? Érted? Meg kanyar ABS, meg minden, az egyben. Illene ebbe az autóba ilyeneket szerelni. Na de menjünk fel a hegyre, itt fog nekünk. Hunter nem ír, akkor az amúgy azt jelenti, hogy levadászta helyettünk a jetit. És az amúgy kicsit megharagudnék rá. Elvégezzük a piszkos munkát, azt a jó részét meg ő megcsinál. Na, haló! Jó, hagyjál már, ez az autó már teljesen ki vagyok, de mi ez? Nem úgy érzem, hogy haladunk. Gyalog, föl tudok menni hamarabb. Na, jó helyen vagyunk. Haló! Megnézzük azt, hogy a telefonom, vagy oké, van térerő, tökéletes, van térerő. Oh-oh. Jó, király. Mehetünk föl a hegyre. Neked már jött SMS? Még nem. Egyáltalán nem? Egyáltalán nem. Az not okay, akkor gyorsan, mert a térképen úgy még az a kis cucc nem jelent meg. Vagy ettől föntébb kellett volna menni? Föntébb, persze, már jövök. Ja, jössz autóval? Oda nézd, az az, az, csá, utolérek gyalog, szóval most nem mondom, hogy állj meg, várj meg. Utolérek gyalog. Hát mert direkt lassan megyek. Ja, és akkor te tudod így adagolni a gázt, ugye? Persze, biztonságosan. Nagyon menő vagy. Ezt nem mondom, hogy most nem bírok félmenni. Na, haló, tollak, Robi, tollak, gyere. Figyeld. Nem sikerült. Simán még ki tudtad magadat húzni. A csávából. Persze, játszani kell veled. A traction-ból a jó van. Az biztos. Megjött a kérdőjel? Megjött? Nekem nem. Megvan! Gyere ideig fog. De most nem írta izé. Unknown creature. Gyere, elviszont. Valószínűleg most gyere. Csak így a játék írt. És a vadász nem. Akkor jelöld az első helyet. Fejből tudom. Ja, tényleg már annyit jártunk. De ez a kis autóval ki fog nevetni szerintem amúgy csak. Majd meglátjuk, ha lelövöm, hogy fog nevetni. Vagy elütöm ezzel az autóval. Tudod, mi lesz a taktika? Konyhából beszélés. Tudod, mi lesz a taktika? Én fölmegyek arra a kis tartályra. Tudod? És nem bír főmászni. Így van. És akkor föntről lelő. Jó taktika? Mit szóltok hozzá? Én megyünk... hapszoltam vele, nem fog beválni, de meg lehet próbálni. Próbáljuk ki. Nem, be fog válni. Csak lehet, hogy van annyi esze, hogy úgy akkor nem jön neked. Nem? Amikor ott fönt vagy. Hoppá. Hoppá. Legalább megvéd itt a karosszéria. Azaz. Nagyon szép. Nagyon ez szép. Profi autó. De profi úgy autó. Értesz ehhez, Robi, hogy egyszerűen hihetetlen. Na, visszatértünk. Ez figyeld. Hallod? De hol tanultál meg ilyen jól vezetni? Miközben ide át kell mennünk a túloldalra, nem? Hát igen. Még van időnk, mert délután 3 van, de az igyekezzünk. Ne este kelljen a nyomokat is megtalálni.
Amúgy a folyó miért nem ugratsz el? Szerinted az izé lett volna túl bonyi? Vagy hát, elsüllyedtünk volna? Kell még az autó későbbre is. Aha, elütjük a Yetit. Elütjük, ez az a legbolondabb izé lenne. Hogy elütnénk a Yetit ezzel az autóval. De hogy fejlik az aszfalt, vagy hát a hó? Látod? Nálad is? Milyen jó a lámpám. Aha, látszik. Nagyon jó a lámpám. Teljesen jó világít. Ja, aha. Nem kell újra nyomokat keresni. Na jó, hát akkor akkor nehogy kiszálljunk az autóból, mert ha kiszállunk, az a tartályhoz menjünk föl, Robi. Tudod, hol van a tartály? Az tartály, tudom, hol van, csak az autó nem fog fölmenni, de megnézzük. De muszáj, hát lehetett, hogy ne menjen fel, úton kell, hogy menjünk. Véletlen se száll. Mi? Ezek itt túráztak, amikor bejelentette a játék azt, hogy Yeti van a környéken. Ők meg itt túrázgatnak. Nem semmi. Nem semmi. Oké. Okay. Az első clue-nál szálljunk csak ki. Lehet, hogy újra meg kell keresgetni. Jó, jó, itt a sátor, igen. És rögtön, rögtön... Jaj, ugatás hangot hallok. Jó napot! Clue! Nem kell investigálni. Nem kell, mert nekem nem adja be neked. Gyere, gyorsan, gyere. Autó, és menjünk föl gyorsan, menjünk föl oda a helyére. Yes, de nekem leszakadt az ajtó, mert engem itt megharap. Robi, megharap. Oda is harapjon. Meg fog nem harapni. Számít. Jó, de akkor ellenben most van időnk. Este 9-ig, vagy délután 4 van, szóval nyugodtan. Ne zuhanjunk le, vezess fel oda, és akkor megvagyunk. Ez csak este 9-től spawnolt le, azt írták az oldalon. Ami miatt újra joinoltunk. Onnan föntől simán meg lesz. Fontos, hogy ne álljunk egymáshoz közel, mert akkor tudod, nehogy véletlenül leüssük egymást, azt annyi. És akkor kezdhetjük megint előről, de akkor nem kezdjük már szerintem előről. De fölértünk, király. Az autót helyezzük el úgy, hogy ő ne vegye észre, hogy itt vagyunk. Az autót helyezzük el úgy, hogy ez csak egy ilyen titkos menekülő rész legyen, jó? Tehát itt jó? Ilyen leugratósban is, csak így. Oké, ez itt tökéletes. Alig tudtam kiszállni. Na, lehúztam az ajtót. Ezt nem hiszem el. És itt lesz ajtó. Na, létre. Lesz létre. Menjünk fel gyorsan. Megyek utána. Jó nap. Ide már a Yeti ide föl tud mászni a létre, én megőrülök. Gyere már! Hova? Mit állsz egy helyben? Nem tudok miattad fölmenni. Nem is, én már fönn vagyok. Dehogy is, nem tudok fölmászni. Haló, nálam leestél. Oda néz. Mi az? Csak megtrükköztelek, átadottam. Jaj, már azt hittem lag van már megint. De csak itt álltunk egymás magad. Ne, ne, nehogy lelőj. Légy szíves, mert most... Oh no! Na, ez nem hoztunk páncélt. Oh no, neked van még páncélod? Gyere ide, ez aztán tényleg most nem árult a magunkat, hogy itt vagyunk ezzel. Voltam ennek, hogy na lehet jönni. És szerintem jó, simán fölmászik. Oké, okay, várjál, mit kell? Várjál, valahogy snackeket kéne ennem. Use armor, V-be... Hoppá! Hallod, megnyomod a tabot, és a C-t meg a V-t fel tudod tölteni magadat. Kéz legyen csak nálad, 9-ig kéz legyen nálad, mert nem érünk vissza. Nehogy leüssük egymást véletlen. Tabot, C-t, meg a V-t. Jaja, tab, CV, és kapsz páncélt is, meg még italt is, ételt is. De körbenézek sniperre, de olyan fura hangok vannak, ti halljátok, ez ilyen gumicsikorgás, meg ilyenek. Ne lövöldöz, légy szíves, ne lövöldöz. Csak a kéz legyen nálad, azt mondtad, most legyél kemény. Azt mondtad azt, hogy az is elég neked is. Csak azért ne is lőj, csak szupresszorosra majd, hogy ne jöjjenek ki a rendőrök. De nincs csak szupresszoros. Nincs olyan, ami szupresszoros? Hát a kis pisztoly. Hát az is jó lesz. Fejre kell célozni kevés. Majd. Ó, jajaja, úgy működik az. Fejre kell célozni. Én rálőttem 3 tárat AK-val és nem lett semmi baja. Ja, tényleg olyan Robi amúgy már találkozott a Yetivel. Oda jött, lekeverte egyet, elrepültem egy 30 métert. Azt láttam, hogy repülsz. És azt sokat sebzett. Sokat hát sebzett? Így két ütés nagyjából. Ó, az nem oké. Amúgy lehet, hogy le kell majd menni hozzá. És vajon... tud mászni is, igen. Vajon tud mászni? Hogy ne tudna. Hát az nem oké. Akkor meg mi fogunk nagyon? Én is gondolom. És ha, várjál, megtrükközöm. Ezt figyeld. Na mi lesz a trükk? Erre kíváncsi, én is maradhatok fönt? Oda állsz autóval? Igen, igen. Ne szórakoz. De hova mész? Nem ott van az autó. Heber hol? Hát itt állunk már. Ja? Már nekem arrébb futottál már megint. Már megint egy kicsit lenté futottál. Na, mondom, az. Jaj, ne kezd esteledni. Fél 60, fél 7, fél 3 óra múlva támad a Yeti. Szóval mindenki készüljen fel. Itt direkt megvárjuk ezt a 3 órát. Hogy nehogy kijöjjenek ránk a rendőrök. Itt a túrázók nem vesznek észre, hogy mi miket csinálunk. Bár ez a rózsaszín autó na, megvan, trükk, megvan, picikét lehet, hogy feltűnő lesz ez a rózsaszín autó. De amúgy hogy fogjuk rá a fegyvert
lent lévő yetire. Arra gondoltál? Igen. Hogy mit fogunk akkor csinálni, hogyha a yeti... mászol Csalinak. Biztos! Te mászol le Csalinak, én meg majd lövöm. Szépen mész ott, ott azon az úton majd mész fel a Csiliádra, én meg majd lövöm. Tudom mit már, tudom hozzám? Már. Beleülsz az autóba és ott várod. Persze. Csali nem szállsz ki, még le nem lőjük. Ja, nagyon jó ötlet. Akarád, mivel erősnek kell lenned. Aha, kösz. Leszakadt ajtó vagy ilyen kis autó. Szerintem együtt és az felrobbantja az egészet. Na jó, pásztázom. Sniperra pásztázom a területen. Az első clue az valahol arra van. Hogy amúgy nézem azt, hogy valami változott a tájon. Oké, az is megvan, az is megvan. Szuper, hát a hídra most nem látunk le, hiszen az itt van ugye alatta. Azt mondják, hogy az autóba ülünk, az úgy nem oké, akkor egyből meg tud ölni. Nyer 600 like, királyok vagytok, nyomjatok egy like-ot. Holnap reggel 10-től Fortnite éladás, gyertek mindenféleképpen, mert rengeteg királymódot ki fogunk próbálni. Ugyanúgy Robival fogunk játszani, 10-től délig lesz az adás, gyertek majd az elejére. Az év végén úgy gondoltuk, hogy rengeteg ilyen adást csinálunk, mert ugye téli szünet van. Mi is otthon vagytok, mi is el vagyunk, miért is ne, nem? Ha nem? Persze. Ó, simán. Ezt mondod, töltsd már fel a HP-t, mert nem ettél semmit. Fél HP van. Hát mit tegyek? Nincs nálam kaja. Dobjak? Dobjak egy kis rántott húst? Légy szép. Rántott nem csak weapon tudok dobni. Ne! Sorry, egy rántott húst szerettem volna rántott dobni húst neked. Kérek? Rántott húst? Bocsánat. Amúgy neked is csak félig van a HP-d. Hát akkor csak bugos vagy azért. A barátaid itt lelték meg a yetit. Hát azon vagyunk mi is, Bianca. Igyekszünk. Ez a térkép mutatja azt, hogy hova tud leszpónolni a yeti, vagy hol tudtuk. A nyomokat ugye megtaláltuk, kb. Egy 28 perccel ezelőtt. És most meg azon vagyunk, hogy 7 óra, 2 óra múlva spawnol le a Jedi. Az 2 perc, jól gondolom? Élőben 2 perc, így bizony, mert 1 perc a játékban 1 óra. A GTA-ben. Addig gyorsítok egy rántottát, mindjárt jövök. Jó, rendben. Egy jó rántottát. Egy jó rántottát, csinálj már nekem is. Á, nem, már sötétedik, nem merek. Ki legyen a Csali? Írjátok meg nekünk, Robi vagy én? Ki legyen a Csali? Ki fog oda lemenni és hallod, szövetséget fogok kötni a yetivel. Megbeszélem vele, hogy jó napot kívánok. Nem, én leszek vele teambe. Persze, én akarok teambe lenni. A cilindereseket jobban szeretem, mint azt a kávói kalaposokat. Tényleg piros a cilindered, az olyan, mint a bikáknál, nem? Tehát, hogy neki megy annak a színnek. A yeti nem, is neki megy a cilindernek. A yeti az nem bika. Dehogy nem, a yeti is most bika lesz. Ez ilyen, Robi lesz a Csali, azt írja mindenki, Robi lesz, így bizony. Hogy tudsz így dolcsolni guggolva? Vagy így kurulva? Így célozol, és akkor space. És akkor így tudod, mindenki azt bemeli, hogy Robi lesz a Csali. Robi lefelé, a legnagyobb tisztelette. Lefelé innen. A legnagyobb tisztelette. Húzzál. Na jó, nem. Mind a ketten megpróbáljuk, hogy mind a ketten itt maradunk. Hát, hogyha ne. Na jó, oké. Én, bocsánat, nem szóltam semmit. Nem szóltam semmit. De ne lőj! Megint kijön a rendőrség, azt elzavarja innen a yetit. Tényleg. Még véletlenül se lőj, mert van 1 óra 30 percünk az érkezéséig. Á, Lester segít. Leszó bácsi. Ugye most nem jött ki rád a rendőrség. Az a csillag jobb fölül mit jelent? Az azt jelenti azt, hogy te vagy a helyi sheriff. Jó, akkor nem. Oh no, az azt jelenti. Úgy előre nem lehet gurulni, de lehet előre, csak olyan nehezen akarja. Lehet hátra gurulni, lehet jobbra. Úgy összejárkáltunk itt minden, tele van lábnyomban. Amúgy tényleg, majd jönnek itt a túrázók, azt hiszik, hogy itt nagy parti volt, hogy 5000-en itt táncoltak még gyerek közben mi ketten. De tényleg full lábnyom az egész, figyeljétek már. Robi a Csali, így bizony. Robi lesz a Csali, és 1 óra 10 perc választ el minket. Robert a Csaller, így bizony. Szóval, az a taktika nem jött be, hogy innen lejtőernyőznük. Na az majd ez! Az szupresszoros, ne szórakozz már, és az is szup... Na jó, király. Lesz. Én nem vettem sem a Sotira szupresszort. Figyeld, hogy lövök, figyeld. Várjál. Soti így? És még mindig? Ne szórakozz már, nekem is kellett volna ilyen. Ez hol van? Nekem én most vettem meg amúgy a GT5-be először ezt a shotgun. Gyakran lövök. Ajaj, kezdem hallani ezt a dobogást. Előbb beadta a dobogást, mint az... Én hangot is hallok, morgást. Oh no. Igen, 40 perc van addig, hogy jön. Mindjárt 600 like, nyomjatok egy like-ot. Mindjárt jön a yeti. Remélhetőleg, hogyha nem vadászta le. A, hogy hívják, a Hunter. Hunter levadászta, akkor annyi.
De igyekszünk, igyekszünk. Kíváncsiak, honnan fog jönni? Nekem... És ha ide spawnol mögénk egyből. Na a... Hallod? Hátulról főmászt, és itt áll mögöttünk, és ide leszpawnol mellénk. Tudod? Na az óriási probléma. Itt áll mögöttünk, hogy hello fiúk. Mit nézünk? Hello fiúk, van egy 200-asuk? Megkér... Hát... Öcsém... Ez nincs mod, ez a GT5-ben most jött be egy update. Na de már egyre jobban fúj a szél, és fél óra van a kezdésig. Jó. Nekem az előzőben... Én már harcoltam vele. Robi már harcolt vele, szóval... Én már veterán vagyok. Te már tudod, hogy mi van. A lényeg, hogy nekem ide spawnolt le az előzőben. Ha nem jön ide fel hozzánk, ugye tudod, hogy nekünk kell lemenni. Gyalog. És én annak nem jön. Én innen leugrok. Dehogy ugor. Én itt vagyok. Na nézzük meg, hát nézem folyamatosan a telefon. 10 perc! 10 perc és kezdődik. Robi. Visszaszámlálás következik, gyerek. Én úgy érzem, hogy visszaszámlálás, figyeld! 9. Milyen? Nézd az órát még, hé! Na jó, akkor mostantól számoljuk. Nálam a Steve előrébb jel. Ja, várjál, 5. 4. 3. 7. 6. 2. 1. És 9 óra van! 9 óra van! Most! Oké. Okay. Nálam megjelent. Nálam nem. Nálam múltkor is később. Hol van? Nekem nem fogja mutatni, amikor Robi lő, hiszen két különböző Yeti fog megjelenni. Elkezdett villogni! Az előbb adta piros kis izét. Még nálam még nem. Robi, nálam villog ez a cucc. Ott bal fel mutatja nálad is a piros fejet, ugye? Nálam nem. Mondom, két különféle helyre kell menni. Az előzőben nálam is messzebb. Nem, csak a simán a kijelződőn bal fel mutatta. Az se, nekem. Kiírta neked. Láttam streamen, kiírta. Valami. Fészkemed mögé. Ja, értem. Hogy figyeld a piros. Mi az koponyát? Oké, ezt a jelölést elveszem gyorsan, király. Lehet, hogy le kell, hogy menjünk, mert elméletileg most spawnolhat le a Yeti. Kiírta ott tényleg mögöttem, azt nem is figyeltem. Jó, én nem félek tőle. De neked ott van a térképen? Én nem félek. Én nem merek lemenni, mert nekem még nem jelent meg a térképen se. Nekem se jelent még meg. Jó, várj, akkor lejövök. Nem lehet bágos a Yeti, hiszen új sessionünk van. Lejöttem. Oké. Jó napot, Yeti! Csak nem vadászta le a Hunter. Én akarom ezt levadászni. Ez nem ugrok le, semmiféleképpen nem. Gyere, együtt menjünk felfedezni. Hú, amúgy az biztos, hogy az autópálya... Én felfele mennék. Fölfelé? Biztos? Persze. Hát akkor menjünk fölfelé, jogsa, te tudod. Mertünk fölfelé. 9 óra van. De az a baj, hogy a körnek a szélén vagyunk nagyon, azért gondoltam a lefelét. Hogy nem lenne jó taktika lefelé menni? Lentébb hát kell menni, meg. Azt írják. Jó, próbáljuk meg. Ajaj, ez mindig izgalmas, ez mindig... Az ott mi? Az ott egy fadarab, azt hittem, hogy az már az lesz. Úgy is nézek, már mindenki is a mapot kell nézni, a mapot kell... Szóljátok, hogy a véletlen mi nem vennénk észre. Az, amúgy már láthattátok a stream közepe felé, hogy megjelent az a kis koponya, és ugye a rendőrök miatt eltűnt. Most direkt nem hívtuk ki a rendőröket, nekünk kell levadászni. De nincs még itt. Igen, ha lájkot nyomtok, hamarabb itt lesz. Így bizony, meg ha feliratkoztok, az biztos. Ez a kettő miatt hamarabb érkezhet a Yeti. Menjünk a kör közepe felé. Hát azért közel nem vagyok a kör közepe felé. Az úton haladjunk az úton. Ott van, még nem jelent meg szerintem. Levente még csak, nem? Hoppá! Nem. Aj! Jakt. Már jakt helyett is Yetit olvastam, az a jakt helyett is. De hogy nem az volt az a kis üzenet az, hogy a Hunter végzett vele? És hogy a jutalmunkat... Oh! Ez mi? Ez a hang? Egy ilyen kék akár... Hallod, egy helikopter. Elfogták a Yetit? Mégse kell lelőni, és elfogták a Yetit, és ott viszik. Nézd már, és füstöl. Mindjárt lezuhan. Ez micsoda? Az meg ott mi? Ez egy új event közben? Fogalmam sincs. De itt köröz, ki most megy ki? Most megy ki? Hát nem tudom, hogy ez halljátok, hogy milyen hangos? Ó, bakker, ez mi volt? Na jó, hát ez komoly. Hát nem lőjük le, de úgyis nem lövünk, magunkra hívjuk a... Eltűntem tőled. Figyelmet, én megyek utána, én csak megálltam egy pillanatra. Azta! Hát ez a repcsi, ez kicsit megijedtem. Itt a nagy nyomozás közepén. Megint ilyen dobogás hang van. Kíváncsiak azt, hogy mi lesz. Ti is hallottátok, így bizony.
Robi lefelé. Igen, lefelé megyünk. Nekem nagyjából itt jelent meg, ezen az úton előre megyünk az előzőbe. Én mindjárt közepén vagyok. Yeti egy magángépet bérelt. Így bizony. 100%, hogy a Yeti volt. Megint egy ilyen repülő hang van itt a könyvben. Ott futsz. Azt hittem, hogy ott jön, de csak te vagy az. Én csak a logót láttam így a térképen a Yetiről. Tehát te már lőttél is rá. Te tudtál rálőni. Hihetetlen. De úgy utána eltűnt? Ha nem tudtál lelőni? Eltűnt egyből, ahogy arrébb mentem. Ah, értem. Hát akkor... Én attól félek, igen, hogy nekünk meg akart jelenni, csak mivel főmásztunk arra az utcára, így bevágolt megint. Hát csak nem. Igen, ez nem. Ezek az épületek így egyben vannak, szerintem nincs olyan az, hogy bevágolás meg hasonló. Ez a map része. Van még az autó, de ki adta, hogy várjuk hiszem. Azt, hogy megjelenjen? Ki adta? Hát igen, akkor még várunk egy pár órát, szerintem éjszakáig. Adom, hogy nem tudtam elolvasni az üzenetet, lehet vissza kell nézni a streamet. Hát nézd vissza, te rájössz amúgy vissza pörök. Persze, ráérek, addig meghalok egyet. Nem, hát őrizlek, jó? Jó, őrizd, de akkor egy nagyon fúj, őrizd. Fúj a szél, fázok egy kicsit, őrizlek. Ott van a Yeti. Hát a mapot kell böngészni, megjelenik itt. Nekem már rá is tudtam kattintani. Hát ez hihetetlen, a Hunter leszette helyettük. Ez nem oké. Ez bizony not oké. Az összes jelt megtaláltuk. De ez nem. És én azt is láttam, hogy a téged amúgy így ellökött arrébb. Hát igen. Nem menjetek fel. Hát más nagyon nem tudunk csinálni. Ezért a tópartra le fogunk majd most menni. Hol megjelent? The Yeti, itt van lent. Igen, engem üt. Kösz, hogy szóltál. Ott van. Mondom, hogy engem rúg, meg üt. Itt a Yeti. Sikerült. Úristen, de megijesztettél. Jó. Néztem vissza a streamet, kibáltam, hogy megjelent a Yeti. Hallod? De engem már kétszer megütött. Legyőzött a Yeti. Engem úgy elhajított. Ne szórakozz. Látod, hol van? Nincs, nekem eltűnt újra. Én legyőztem. Sikerült. Ezzel a fegyverrel nagyon könnyű. Ne szórakozz már. Hallod, mekkorát ütött rajtam. Na jó. Én de legalább tudtam lőni, ez hihetetlen. Wow. Ne, ezt ebbe tudod mi a baj? Hogy megint egy napot várni kell? Igen, de azt szerintem a mai adásra már nem tudjuk, mert 3 órás lenne az adás, de menjünk el a boltba. Neked megvan a Yeti outfited. Nézzük meg, hogy néz ki. Megvan, vagy keresnünk kell egy járművet. Robi le tudta szedni. Engem előtött nagyon messzire. Megnézzük, hogy a Robi megkapta a jutalmat, ő fel tudja venni a Yeti ruháját. Ott van megint, hát még egy pici időt eltöltünk itt, de szerintem, hogyha legyőz minket, akkor szerintem várni kell tényleg megint egy estén. Az tök jó lett az a taktika, jó lett volna oda fölmászni, de oda meg nem spawnolt le. Áj! Leszpawnolt volna, csak várni kellett volna. Há, jó, oké. De nem. Jó, igaz, megint egy perce még azt mondta, hogy oda nem spawnol le, szóval. Hát én azt hittem, de hát... Hát igen. Fogal... De direkt cseles voltam, úgy léptem ki. Tudod, hogy már látszik az ablakom is. Aha, értem. Ilyen borderlessbe. És még akkor sem töltötte be Yetit. Robit kétszer ütötte meg engem egyszer és egyből ki. Úgy, hogy rajtam páncél is volt, fölvetve a páncél. Rajtam úgy is. Elhajított, hogy így átszálltam így a fél egységen konkrét. Miért vagy ennyivel gyorsabb? Ja, ugrálsz. Hát én ugrálok ide-oda. Hát nézel még a mapot, hát ha leszpawnol újra. Hát ha leszpawnol. Hát amíg ott a kör, addig le tudsz spawnolni szerintem. Igen, mert ilyenkor neked amúgy eltűnt a kör. Nekem el, persze. Ja igen, mert te le tudtad szedni. Hát nekem is ez a shotit meg kéne venni. Lehetséges, hogy az csak nagy szintől van. Hackelt a Yeti, hát az biztos. Én mondtam, hogy ő erős lesz. De nézzük meg, elméletileg a házadba kell menni, és ott az outfiteknél lesz, de ebben most nem vagyok biztos teljesen, hogy hol lesz. De elméletileg ott. Nem váltunk sessiont, mert akkor megint ugye kéne várni rengeteget. Mert reggel 6-ra még mire ide utazunk, meg minden. Én reggel 6-ra nem érnénk vissza, meg megkapjuk az üzenetet. Tehát igazándiból annyi, hogy megnézzük a Robinak az outfitjét, amit lehet érte kapni. Annyi, hogy nem mi lőttük le, de Robi lelőtte. Szóval... Hát csak nem látszott sajnos. Hát sajnos, hogy a streamben el tudtunk. Ja, de legalább tényleg tudtunk rá lőni, meg ilyenek, de hát most sajnos legyőzött a Yeti. Megnézzük gyorsan. Bejelölöd a házat?
Az enyémet minek? Mert ott az enyém is ott van. Ja, oké, akkor bejelölöm. És itt be is jelöltem. Így van, várjatok még. Még itt még a körbe, de már az előző sessionben se jelent meg még egyszer. Azért nem, mert egy órás live-okat szoktunk GTA-ba csinálni, és ez már így is két órás lesz, és hármat most nem tudunk, mert reggel Discord kezdjük a következőt. Tominak jók az ajándékai, örülök Boton? Szerintem is. Igen, srácok, hónap reggel 10 live. Így van, gyertek mindannyian, az két órás lesz, sokkal hosszabb, mint a mostani. De így is. Hát olyan hosszú. Én nem mondtam amúgy a címbe meg azt, hogy le fogjuk tudni győzni a Yetit. Megharcoltunk ellene. Lesz Yeti. Tessék? Hát igen. Az volt a cím, hogy lesz Yeti. Így van, lesz. És volt is Yeti. És volt Miklós is Yeti. Herman, unokatestvéredet. Üdvözlöm, Gyúra Yeti. Az biztos. Hát az biztos. Meddig van Zeven? Mert még egyszer nekipróbálhatunk majd. Ezt kérlek szépen, de január 2. Ó, hát addig még nagyon sok idő van. Ó, az is lehet az, hogy egy videóba kivisszük. Tényleg, és akkor azt, hogyha kell, akkor újra meg tudjuk csinálni. Legyen róla egy kis videó? Hogy legyőzzük legyen, a Yeti? Legyen, legyen. A klub ilyen már megvannak. Ja, egy ilyen kis kiegészítő videó. Szeretnéd? A Fortnite most különleges élőadás lesz, szóval mindenféleképpen gyertek. Többféle játékmóddal fogunk játszani. Király lesz, nagyon. Jaja, holnap reggel 10. Azt a nálad is neki mentél a... Nem, nálad nem. De úgy az milyen szerverlag, hogy te nem mész neki az autónak, nálam neki mész és sebződ. Ez na, ilyen, ez az érdekes. Ez így hogy működik? Hát nem tudom, nem én kódoltam a GTA-t. Hogy lehet az? Azt hittem, hogy értesz hozzá. Egy két mérföld és ott vagyunk, itt a házunk. Átöltözik Robin, átváltozik Yetivé, és le foglak téged lőni. Jó? És akkor legyőztük a Yetit. És akkor legyőztük. Ez nem ez, is rossz, nem is rossz. Ez a... Látjátok, el is tűnt a kör nálam is, legyőztük a Yetit. Érted? A live-ból ki kell vágni azt a részt, hogy engem elütött, és akkor onnan folytatódik az éladás, hogy tudod, téged lőlek. És ez volt fő videónak, jaj, hogy én szaladgálok az erdőbe, azt lelősz. Tényleg, Robi, te szaladgálsz egy kicsit az erdőbe, meg levadál. Ennyi, meg van oldva. Meg elhinnétek? Elhinnétek, hogy a Robi szaladgálna az erdőbe, meg rávadászok? Kikapcsolnám a mini térképet, hogy azért az kicsit lebuktatós, hogy Roberti ott szaladgál, de... Ne öljen meg a Yetit, azt írt a Barnabás. Barnabás! Látod, ami ezt írtad, ne öltük meg a Yetit. Így van, így Barnabás van. Kérte, hogy ne öljük meg, ezért úgy gondoltam azt, hogy most jó, rálövök egy picikét, de azért nem fogom le. Természetvédők vagyunk. Így hát bizony, embervéd, ember, Yeti védők vagyunk. Yeti védő, így van. Így van. Jó, de ha mekkorát ütött, nagyon durva. Menni a gamer széken. Otto! Köszönöm szépen, nekem is. Egész kényelmes. Elsőnek tök kényelmetlen volt, de most úgy kezdek hozzászokni. Nem mondom, hogy tökéletes, de nem lesz. GTA Online-ban vagyunk, itt játszunk a játékkal. GTA Online, mindjárt 700 like-ireg vagytok. Hát elég. Alig tudom kerülgetni az ilyen kamionokat, meg mindent. Ja, mert nálad, mondom, én fogok hoztolni, de minigunnal ölt. Nekem az volt a baj, hogy amúgy céloztam, de nagyon közel jött, nagyon gyors volt, és akkora területen voltunk, hogy át tudott ütni a hegy túloldalára. Ez volt a probléma. Robi, Yeti, aha, a Yeti a mi barátaink, és csak így csináltuk az élőadást. Így bizony, meg volt beszélve a Yetivel, hogy jöjjön hatra, mert élőadás van, ugye? Persze. Persze. Ez a live nagyon jó, örülünk neki, Árpi. Hát egyetlen egy dolgot nem tudtunk megcsinálni, hogy én megöljem a Yetit, Robi megcsinálta. Együtt felfedeztük a nyomokat, szóval szerintem is tök jó volt. De még nincs vége, megnézzük a jelmezt! Megnézzük a jelmezt! Na, Robi, nem akarsz menni? Tedd nálam. Én már a lakásban vagyok. Ne szórakozzál már nálam, egy ilyen body shopba vagy! Most itt kopogtatsz az éjszaka közepén, az egy kis tuning ráférne az autódra. Az amúgy jó, nem? Meg itt a nagy bárok mellett vagy, mindenféle. Na, én kiszálltam. Na, én is itt vagyok, hello! Jó napot! Lejössz a jelmezbe, vagy fölmehetek? Föl is jöhetsz, jó, megyek, jöhet. becsöngetek, jó? Jó napot! Rob... Oppá! Még be is invájtolt az irodába. Persze. Ilyen, neked ilyened is vagy iroda? Meg ilyenek? Itt tömbházak minden. Nem vagy semmi. Ó, hát azt a te! Mit hagyott az arcomon a Yeti? Mit hagyott a... Yeti az arcomon, figyeljetek már, egy ilyen folt van.
megpuszilta a Yeti. Mekkora arc! Ne szórakozz már! Hát láttatok már ilyet? Nem semmi. Ön organ... Ja, ő ki? Robi, a barátnő. Ő Dalma. Milyen Dalma? Minden nap egy alma? Titkárnő Dalma. Jó napot! Halló! Jó főnök Robert? Nem. A legjobb főnök. Á, de a legjobb. Azt mondja, hogy nem jó főnök. Azt mondja, hogy nem vagy jó főnök. Na, hol vagy? Elmegyek a laptopért. Oké, király. Elég megbeszélés. Itt azt hiszem, hogy nincsen gardrób. Nem vagy benne biztos. Az outfiteknek kéne, hogy legyen. Hogyha itt van. Nem nagyon van. Nincs gardrób. Hát ne szórakozzunk, már addig iszok egy zöld juice. Nem tudom mi ez, valamire. Spenót levelek, spenótok. Össze. Olyan rég voltam ebben a házban, hogy kicsit tudok menni belőle. Ja jó, akkor megyünk a másik házatóhoz, van gardrób. Aha. Amanda sztori a Robloxban. Az kemény volt, igen. Azt játszottuk. Escape Amanda, azt egyedül játszottam, hogyha jól tudom. A pet story volt a legjobb. Egy pet story. Szeretitek a pet story-t? Én nagyon sok Roblox story játékot szeretek, de hát a pet story az valahogy a vége az nekem nem jön be. Ahogy elindul, amúgy az érdekes, hogy tudod, nem a karaktereddel vagy, hanem egy állatokkal. Kedvenc, jó, nagyon. Állatokkal. Ja, hogy állatokkal vagy, az tökre menő, de az, hogy ott a végén, amúgy már van update rá, szóval nem krokodil van. Regő szereti. Mondom, igen, amúgy jó az a pet story az eleje, de nekem valahogy az a vég, az olyan furcsán csinálták meg. Na, mehetek föl, kopogtatotok? Ebbe a kékbe vagy most? Vagy hol vagy? Most egy mi zöldbe. Ja, neked zöld. De várják, be csöngetek. Halló? Csajt béna, de Bálint, miket beszélsz? Buzz. Buzzollak, csá. Beengednék kérlek a házi kódba. Halló? Van a pot? Persze, csak el kellene az oltó. Légy szíves, mi? Itt nincsen titkárnőd, aki beengedne? Itt neked kell beengedni? Ennyi. Azt hittem, hogy te ilyen menő vagy, hogy neked itt is van. Na, bázzoltalak, halló? Beengedsz, Léci? Jó napot! Gyere be! Micsoda üdvözlés, szia! Ilyen az én. A gardróbomat keresd csak meg, mert nem találom. Az itt van lent. Az lent van a szobám mellett, a WC mellett. Nekem is ilyen házam van. Édné, figyeljétek, itt van, és bemész balra. Itt lesz wardrobe, és elmentek outfitek, vagy hol lesznek. Ha minden jól megy, remélem, hogy ott lesz. Rakétavető. Hát, ja, csak ott könnyen magunkat is felrobbanthattuk volna, sajnos az meg nagyon nem jó. Robi kicsit bugol. Az biztos. Az a hivatása, mindig bugol. Na, megvan? Oh! A Yeti betölt Robi ház... Robi, hol vagy? Betölt a Yeti a házadba? Figyeljétek már! Nem rossz. Milyen melkasod van, ez miért ilyen csúfasz a tő? Azt a hátsót! Ott már kidörzsült a jég meg a... Az bizt, az kidörzsült, te a mezítláb, de el vagy fehéredve teljesen. Egyél már valamit, ha ki vagy fehéredve teljesen. Hát ezt nem hiszem el. A Yeti vadászat, a Robi Yeti lett, így bizony. Hát ez nagyon jó, hogy igyál már valami italt Yetiként, hogy feküdj, zuhanyozz meg Yetiként, arra nagyon kíváncsi, itt a zuhanyzó. Menj be zuhanyozni Yetiként. Figyeljétek! Nem, igen, tudok. Mert itt van oldalt a Yeti, és a zuhanyzó. Na, erre kíváncsi leszek. A Yeti egy kicsit zuhanyozni szeretne, nem lehet? Nem engedi outfitbe. Akkor gyere be, igyál egyet, hátra tudsz inni egy kis valamit. Azt a zöld juice, te is azt a kis spenót mártást. A zöld, megnézzük, hogy mitől ilyen erős a Robi. Nem, én lefekszek. Tudsz feküdni? Persze. Elnézést! Jó barát, mostanában nem ta... te veled mi lett? Azt a... Milyen talpadban full koszos. És még forgolódik. Nem is koszos. De ilyen ki van fehéredve, te ahol lépkedsz. Hát mert így van, a hidegben járok mindig. Hogy nézel már ki? Mi az a fej? Hát ez nagyon jó. Azt szerintem ezzel a látképpen búcsúzunk a mai éradásból. Jó reggelt kívánok. Jó kedvében van, kedves Yeti? Visszajött a hajam. Na végre, alvásnál még most is eltő. Hogy néz? Alvásnál leveszem. Gratulálok, Gábor, király vagy. Na hát igazándiból...
Ez, hogy így fekszik a Yeti, hogy a kezét oda teszi a... Na jó, én megőrülök. Nem rossz, nem rossz. Nagy adásban szinte mindent meg tudtunk csinálni, az összes nyomot felfedeztük, Robi le tudta győzni a Yetit. Engel sajnos elütött az óriási izmával, és nem tudtunk vele mit kezdeni. Ha tetszett ez az éladás, és szeretitek, hogy még GTA-zzunk, vagy legyen Robival együtt mindenféle adás, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha merős hajtók szeretnétek lenni, illetve holnap reggel 10-kor találkozunk, vagy kinek reggel, kinek délelőtt, tisztelt délig egy nagyon-nagyon király Fortnite iladásba, gyertek, hiszen rengeteg módot játszunk, akár nézőjünk, minden is lesz benne, csengőt kapcsoljatok be, és kaptok még talán értesítést is, hogyha minden jól megy, és a YouTube szeretne küldeni, szóval legyetek jók, köszönjük, hogy itt voltatok, holnap reggel 10-kor találkozunk. Na, császtok, Yeti, még egy utolsó szó, mi az utolsó szava Yetinek az adásból? Fej tőlem. Na csákány!